Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. Egyfajta majális hangulat van már itt a budaörsi reptéren, állnak a helikopterek kint a füvön, családok vannak már itt kint nálunk, néhányan kipróbálták a kerékcserét, fotozzák a helikoptereket, mindenki ölelget mindenkit, mindenki szeret mindenkit, úgyhogy... Így van, mindenki. És mindenki mesztelen. Ó, végre! Na, hívjuk akkor azt a kollektívát, akik ugye beneveztek, mert hogy ugye a főnök is most már felszállás közelben van, közben Feri nem sokára orientálódik a helikopter felé, mert Feriék elstartolnak innen a budaörsi reptérről, és mennek át ugye egy másik reptérre szintén, ahol ugye felszedjük a főnököt és az alkalmazottat. Úgyhogy nagyon helyes levelet írtak egyébként, tehát több száz jelentkezés jött, itt se volt könnyű választani. Igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy őt szeretik, vagy gyűlölik, és ezért jelölték-e, de minden esetre mi őket választottuk. Majd mindjárt kiderül. Feri, csak annyit mondok, hogy bár az ingerencia nyilván benned van, ezt a rotort nem kell beforgatni. Nagyon kedves vagy, már mentem volna oda. Így van, a levél egyébként nagyon aranyos, mindjárt szemezgetünk belőle, és ha minden igaz, akkor az alkalmazottat hívjuk? Alkalmazottat hívjuk. Halló, tessék. Attila, hello, jó reggelt, Jani, jó reggelt. Hello, Attila. Na, te voltál, vagy ti voltatok az ötletgazdák, ugye, akik beneveztétek a főnökötöket? Így van, így történt. Na, hát nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok, az e-mail oldalunk konkrétan fagyásig telt. Attila, mesélj egy kicsit a főnöködről, jó, hogy neveztétek be, kinek az ötlete volt, milyen ember ő? Hát igazából úgy történt, hogy nálunk az irodában általában ti szóltok a rádióból, és egyik reggel hallottuk a felhívást, hogy be lehet nevezni a főnökünket egy ilyen műrepülésre. De annyira jó ember, vagy annyira rossz ember? Annyira jó ember. Annyira jó ember? Igen? Igen, tehát, hogy egy... igen, 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 igen. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon megérdemelni ezt a lehetőséget. De mint te le vagy fizetve? Vagy micsoda, hogy a jó nem. ember a főnököd? Mi igen, van mi, veled? Mi van veled? 10 éve nem találkoztam ilyen főnökkel. Gyere hozzánk dolgozni. És ott van melletted egyébként? Igen, kicsit távolabb, de itt van mellettem. Ha úgy hallom, hogy tegnap kicsit, amikor megtörtént a kiválasztás este, ugye a repülési engedély miatt egy nappal az adás előtt, vagy egy fél nappal, kicsit mintha kezdett volna meghátrálni, mikor megtudta, hogy mi vár rá? Hát, meghátrálni nem, de azért elkezdett erősen izgulni. Így az, hogy röszkénél csíptetek el a határnál. Nem, ez nem igaz. Add egy kicsit nekünk Gergőt, a kiválasztottat, jó? Akit jó, beneviszett magát a főnököt. Tessék, sebből Gergő. Haha, Gergő, hello, jó reggelt! Verbusz, jó reggelt! Hogy vagy? Köszönöm, jó, kicsit izgulok. Én már láttam a repülődet. Tényleg? Igen. Jó, neked. Most valamit a motoron éppen csinálnak, mert még az előbb leállt egy kicsit. De folyik az olaj. Ne vár. Jó legyen rajta, minden meghúzva. Hát figyelj, egyelőre négyen állják körbe, sose jelent jót. Csóváljuk a fejüket. Gergőként, milyen állapotban vagy? Azt mondd el nekem. Hát jól indult a reggelem, aztán borzasztóan elkezdtem izgulni. Én azt gondolom, azt is meg fogod ígérni, amiről nem is tudsz, és nem is ismered, hogy mit jelent, vagy bármi. Hát tehát nagyon óvatosan, mert ma van fizetésnap, tehát hóvége van, ma van fizetésnap, úgyhogy... De nem adtad ki, ugye? Még nem. Szigorúan délután, meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon rutinos vagy. Van egy elmondatunk, amit tegnap kaptunk a hallgatóktól, nagyon szeretjük. Olyat tegyél, ami kifelé is édes. Jó? Ja, értem, jó. Jó utat neked a helikopteren. Köszönöm. Ciao. Szervusz, sziasztok. Ferencem. Are you ready? Tedd próbára a rotorokat. Várjatok, mikrofont váltok. Válts egy mikrofont. Igen. Aha. Hallottok még mindig? Hát hallunk, nagyon jó vagy. Gyönyörű a szerkezet, ha beülök, akkor elméletileg szentesebb lesz. Erőt, egészséget, jó napot kívánok. Nem férek el benne, már megint ilyen kis zugót hoztatok. Várjál, most estem le. Most ne ideges, Feri, mert ne vágja a kezed. Jó. Hello. A pilóta nem hiszi el azt, hogy ekkora súlyjal nem tud fölszállni. Úgy nem ér át az ő. Középre, Feri, középre a balansz miatt! Nem tudom, mit mondtak, nem hallom! Jó, addig mondom, Feri már beült a helikopterbe, egyelőre négyen próbálják becsatolni a biztonsági övet. Hát igen, nem kis kihívásokkal küzdködnek. Gumipókot vigyetek! Kössétek le! Az mi, tajtékcsik vagy Feri sugárban hány? Sas 2, Tohonya 1 jelentkez! Tohonya 1, itt a föld! Ja, nem, itt a levegő! Hoppá! Gyere,
azért ez egy nagy élmény megint. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a múltkori helikopteres bejelentkezésemre, amiből hát gyakorlatilag botrány lett, és hát tulajdonképpen egy nagyobb büntetés sikerült összetettünk, majd most megpróbálom egy kicsit visszafogni. Pilótánk magabiztosan, de térkép van nála, amivel nagy ízzel be van jelölve, érted, hogy hova kéne elszállnunk, és nem arra megyünk, de nem baj az, de fenn vagyunk egy körülbelül 300 méteren, gyönyörű a látótávolság, fantasztikus az idő, és akkor megközelítjük a közeli repülőteret. Szeret, megyél vissza magasba, hiányoztok egy kicsit! Szia, Feri! Szia! És itt van Feri közben! Hello, hello Feri! Hello! Szevasztok! Hát nem csak hello. Én vagyok itt. Ne fordulj meg, mert foltos a gatyá. Hát figyeljetek, meg kell mondjam őszintén, hogy hiába csipkedtem a pilóta bal belbibóját, hogy egy picit belehúzzunk, mint a múltkor. Ő nagyon-nagyon korrektül repült. Tehát szépen felszálltunk, átmentünk, letettünk. Janikám, csak egy dolgot szeretnék mondani, én már láttam felülről azt a repülőteret, ahonnan az Alpha Jet indul. Jelen pillanatban egy körülbelül 150 fős, nem, 150 fős birkacsorda van a repülőtéren. Az igen. Kicsit remélem belegázol. Az, igen. És majd megyünk, csak Donner, Retter, Jürgen, Maier, Hilfe. Na, milyen állapotban van a főnök? Ott van melletted, ahogy látom. Nézd meg, hát gyönyörű fiatalember, de nem ő van rosszul, hanem a kolléga, aki följelentette, bejelentette őt, mert ő még életében nem ült helikopteren. Jó vagyunk? Jó, köszönöm. Aha, nem ez látszik az arcodon. Ez volt az első helikopteres repülésed, vagy az első repülésed egyáltalán, tényleg? Helikopterrel, igen. Helikopter, milyen volt? Jó. Jó volt? Igen. Picit, ha majd a vér visszamegy a fejedbe, akkor biztos jobban is leszel. És milyen állapotban van Gergő, ami főnökünk, Feri? Hát Gergő egy igazi profi. Köszönöm szépen, jó állapotban vagyok. Kértem is a pilótát, hogy menjünk Mexikóba, azért csodálkoztam, hogy itt szállunk le. Igen, hát hagyjuk most az adótartozásodat, jó? Igen, mondom, gyorsan lerendezzük egy szusszal. Na, hogy vagy, izgulsz? Láttad a gépet, csak mutatom, ott van a hátad mögött. Nem láttam még, nem tudom, hogy melyikkel fogok menni. Azzal még a sárgával. Ne is akarja tudni, hagyjad rá, én a következő órában. Gergő a következőt mondta, hogy ő már ugye repült ilyen Egyiptom, meg mit én, amikor mentek társasutazásra, és ugye azt nagyon szerette. Majd amikor ecseteltem neki, hogy mi az alaprepülési terv, akkor azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem fordulhatna vissza. Úgyhogy nagyon jó vagy, Gergő, semmi gáz, hidd el, a nyakadba is fog hullani. Jó, rendben. Jól van. Első osztályt azt szeretem, úgyhogy azzal nincs probléma. Aha, ez nem az lesz. Én repültem a besenyeivel, igen, azóta is néha felriadok. Pedig ő egy drága ember, és nagyon vigyázott rám. Rád nem fogunk, jó? Hiha. Gergőkém, van itt egy-két kívánság a kollektíva részéről. Igen. Ha ezeket a kívánságokat te teljesíted, akkor mi beszélünk Tamással, hogy bánjon vele gyengéden. Aha. Ha valamelyik a kollektíva által kért, vagy kívánt dolgokra, te nemet mondasz, vagy esetleg egy kicsit még nem tudod, hogy mit válaszoljál, akkor szintén beszélünk Tamással, csak az neked nem biztos, hogy jó lesz. Értem. Úgyhogy Feri közben törölgeti Gergő arcát. Van rá szükség. Ha rám hallgatsz, akkor most az itt felsoroltakból bevállalsz mindent, és megígérsz, és teljesíted. Mert ha nem, megteheted. Beszélünk Tamással. Csinálhatod, de beszélünk Tamással újra. Jó? Egyébként annyit csak tudnod kell, hogy Tamás hírhetten önfejű pilóta. Vele nem lehet beszélni, mindenki ezt mondja. Igen, hihetetlenül makacs ember. Én ismerem, mondtam, hogy Tamás légy gyengéd, azt mondta, tessék, ez nem nagyon ismeri. Mi az? Utána nézek. Na figyelj, a kollektíva kérése a következő lenne. Igen. Gergő, ez az első, ugye? Attila, szóljál valamit rosszul mondok. Gergő, vigye el a társaságot májusban paintballozni. Iha. Nem hűha, igen. Tamás. Az a helyes válasz. Ez hűha, Tamás. Helyes, Tamás. Mondani, igen, csak annyi persze, Tamás. Természetesen. Természetesen. Hallottátok? Gyere ide, Attila, hallottátok? Igen. Valaki jegyzeteljen, írjátok ki archívba, ezt megígérte. Briginek Gergő új nyomtatót ígért. Forgalomhoz kötötte, amely, ha teljesül, akkor megvan a nyomtató. A nyomtató azonban még nem érkezett meg. Gergő? Hát igen, volt egy ilyen megalapodásunk. És miért nincs ott az a rohadt nyomtató, mi? Akkor úgy gondolom, hogy most ezt is meg kell ígérnem, hogy ahogy itt végeztünk, megyek és veszem a nyomtatót. Gyertek ide közel nyugodtan, ti mind a kollektíva ott? Gyertek nyugodtan hozzá közelebb, egészen nyugodtan, hogy halljuk az öröm sikolyokat egyébként. Ki a Brigi? Nincs Brigi éppen a... A nyomtatót szereli, tudod? Dolgozik. Na milyen így látni a főnöket, álló csajok? Nagyon izgulunk. Igen? Hát képzeljétek, ő hogy érzi magát. És nagyon. Nincs jól, nem? Nincs, abszolút. Ugye azt látom, hogy egyébként nincs jól. Idén nyáron, következő kérés, jöhessen a fagyis minden csütörtökön, és kaphassunk a cégtől fagyit.
Tessék? Bocsás, nem hallottam. Mondd, hogy igen. Mondd, hogy igen. Itt valami történik. Igen, persze. Igen. Mindenki új széket szeretne. Új széket? Azt a mindenit, ezt nehéz bevállalni. Tamás. De természetesen repülés után széket is megyünk vásárolni. Hallottátok? Igen. Kezes emberő. Én azt gondolom, hogy nincs ezzel, milyen széket szeretnél? Forgósat. Forgósat. Nagyot bőrt főnöki. Forgósat. Nagyon jó. De várj, 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 miért csak forgósat? Miért nem forgós masszírozósat? Az idei év végén a buli ne borkostolás legyen, sokkal jobban szeretnénk egy Oktoberfestet vagy egy prágai sörtúrát. Gergő? Tehát az nem év végén van. Tamás? Gergő? Vigyük föl 8-asra. Netesen. Hallottátok? Megyünk Oktoberfestre. Hallottátok, mit mondott? Megyünk Oktoberfestre. És az utolsó, jó? Ha a mai napot élvezi a Gergő, egyszer hadd élvezze minden dolgozó, szervezzünk repülőnapot, sem egy 10 milliós költségre törődjön. Persze, mit számít? Mit számít? Egyszer élünk, szervezünk egy repülőnapot saját magunknak, de ez már nyilván nehezebben teljesíthető. Jó. Egy utolsó viszont, ez most találtam, a mai napon a cégnél maradt dolgozók kapjanak egy girosztálat. Girosztálat. Kérem? Hűha. 11-es fokozat nem mehet? Ez a jó válasz. Természetesen, már rendelem is az az igazi főnök, gyerekek, csak értetek él. Nagyon jó, mondjad? Mi itt maradtunk, mi nem kapunk. Ja, jó. Szemtelennek se jó lenni, mert ha lejön és túléli, akkor viszont végetek van. Gergőkém, mondanám, hogy jó utazás, de hazudnék, mert nem az lesz. Érezzétek magatokat nagyon jól, csukjuk a fedelet, így van. És de aztán a repülőben még, majd találkozunk. Ami még szabad a Gergő keze, írasd vele alá a papír. Tiéd a cég. Lecsukhatjuk akkor, jó? Tamás, innentől kezdve rád van bízva, ahogy gondolod, és ahogy érzi. Tessék? Megoldjuk, rádiózgatunk. Rádiózgassatok egy kicsit. Jó? Oké, köszönjük. Gergőkém, az ország főnöke vagy ezáltal. Több ezeren irigykednek most rád, több ezeren szerettek volna repülni, úgyhogy sokan irigykednek. Gyerekek, ez a sárga madzag itt a szárnyon nem gáz? Én levágnám, ezt én is láttam. Jó, nem tudom, mire való egy ilyen. A múzeumban ezzel köti ki, hogy a gyerekek ne menjenek hozzá közel. Atyám, no. Legyen szíves, innom, minem Patrice, fújja spiritus. Szentelt fel a gépet. Gergő, már elő ebben a pillanatban indítjuk a motorokat pillanatokon belül. Aki Török Bárinton lakik, Diósdon lakik, Budaörsön lakik, nyugodtan jöjjön ki az erkére, mert hogy pillanatokon belül látható lesz, ahogy a főnök repül, hát. Nem örül, nem? Hú, de durva is, most látok egy embert, erre fele szalad és azt kiabálja, nem, ne hagyjátok, én vagyok Illés Tamás. Nem nagyon tudok igazából az arc kifejezéséről mit mondani, én nem ismerem őt, de szerintem nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb arc, és az ország főnöke a több ezer jelentkező közül ebben a pillanatban felszállni készül, és valamit mutogat. Hát a kollégáknak, hogy átvágom a torkotokat, ha túlélem, körülbelül ez volt benne. Igen. Na, közben kérdezem én a kollégákat, hogy próbál mosolyogni, vagy mit láttok rajta? Izgul, nagyon izgul! Hajrá, Gergő! De azért is szeretitek, tehát ő egy jó ember, nem? Nagyon jó gyerekek. Ember! Tényleg! Minden megígért, ez nagy dolog, nem? Igen, nagyon örülök! Figyelj, lesz girosztálatok, lesz Oktoberfestetek, lesz új széketek, lesz nyomtatótok, úgyhogy minden megígért. Egy dolgotok nem lesz főnökötök, de hát Istenem, minden nem lehet, érted? Abszolút. Lesz fizetés is. Hát ugye azt ő elmondta tényleg, hogy tudta, hogy ma jön ide repülni, és délutára tette a fizetést. Közben már ugye itt halljuk a rádió forgalmazást. Meg tudunk csinálni, vagy nem tudom, hogy nem láttam, hogy a taxi útott a DC-veget. Hát nem tudom, én ilyet hallanik a pilótát, hogy nem látom, hogy hol van az út, már elkezdenék félni, nem? Először vagyok itt, el tudom. Megint neked kell, egyedül vagy egyelőre. Egyedül vagy, menjél, csinálj valamit, körülbelül ennyit a toronyból. Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a főnök pedig elrugaszkodni látszik, hoppá! És felemelkedik. De kemény, mögött a rendőrmotorosok. Mondhatnám, hogy barátságosan emelte föl, de miért hazudja? Nem volt barátságos ez az emelés. Gergő ebben a pillanatban egy hatalmas jobb kanyarral pedig elindulni látszik, és beleszállnak a napfelkeltébe. Él még? Istenem, de gyönyörű, mi az? Köszönjük, hogy indítottátok a galambokat a gép elé. Már egy brutális balkanyarral egyébként szépen repülnek vissza a reptér fölé. Hát, és egy zuhanó... Aha. Egy zuhanó repülésben elindul. Húzd jobbra! Na most figyeljetek! Felszedném! 10 méterrel vannak körülbelül a reptér felett. Fordítsd meg! Menni fog!
ne azt a gombot, Tamás! És ebben a pillanatban mindenit! Jézus! Körülbelül egy négyes orsót sikerült beletenni Gergőbe. Pedig csak hármast akart. Mi a baj, kollégina, mi a baj? Nem kollégina, a feleség. Ja, te vagy a felesége, Isten áldjon! Gyönyörű kapcsolat volt ez eddig, mi? Ez fájhatott. Balázs, hogy hallottok? Abszolút hallunk, itt vagyunk, igen. Mit látsz, Gergő, milyen állapotban van? Ez az áthúzás, ez nagyon jó volt, amit itt csináltál a reptér fölött, ha ebből kérhetünk még egyet. Figyelj! Ó, elindult fölfelé merőlegesen bele az égbe. Ez vissza! És ebben a pillanatban zuhanó repülésben most van a csúcsponton, áll meg egy pillanatra a levegőbe. Fordul át a főnök, és zuhanó repülésben jön a budaörsi reptér felé, most már biztos, hogy elájult. Igen! Nincs ennél jobb, mint ezt a földről nézni. Jaj! Na, és itt van a mi hősünk. Hello! Sziasztok! Hello! Hello, Gergő! Hát figyelj, én tudtam, hogy megreptetnek, meg tudtam mindent, de ahogy te bírtad, vagy amit te kaptál, az nem akármi volt. Tehát az hihetetlen. Igyekeztem állni a sarat. Figyelj le a kalapa, ezt most tök komolyan mondom. Köszönöm, hihetetlen vagy. Hogy vagy? Jól érzem magam, nagyon jó volt a repülés, igaz, most egy kicsit kótyagos a fejem. Na, de nagy élmény, nem? Nagy élmény, nagyon nagy élmény volt, igen. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjuk, hogy jogosan tudtunk téged kiválasztani az ország egyik legjobb főnöke, vagy minden megígértél, ha be is tartod, akkor az abszolút szép dolog. Reméljük, és utána járunk is, jó. Oké, és figyelj, holnapra a kollégák, illetve holnap utára kapnak egy szabad napot. Tehát, hogy lássák, hogy tényleg milyen jó vagyok. Adjad már munkaszüneti napot! Két nap pihenőt kapnak, csak hogy lássák, hogy milyen jó vagyok velük. Puha vagy, ha azt mondod, hogy a hétfő keddet is kiadod, az már majdnem egy hét, azt úgy megértem. Gergő, átad a sarat, jó főnök vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, reméljük életre szóló élmény volt. Köszönöm a lehetőséget én is. Nagyon sokat szerveztük, és Tamás azt mondta, srácok, ha szeretnétek, van még egy repülés ebben. Így is. Felmegyek még egyszer, ha gondoljátok. De, hogy mindig az van, hogy az első bemelegítés után oda tudunk még durvítani a repülésnek. Így van, és sokkal durvábban tud menni, meleg a motor, eltakarították az olajfoltot. Nekünk is van egy főnökünk, miért ne repüljön ő is, nem Feri? Hogyan lehetne megköszönni azokat a csodálatos éveket, amiket együtt töltöttünk? Hogyan lehetnénk igazán hálásak azért a sok évért, azért a sok jóért, amit kaptunk? Ha nem úgy, hogy fölültetjük a mi főnökünket is ugyanarra a repülőre, amivel egyébként az előbb az országfőnöke Gergő mond, Istenem. És azt mondjuk, repülj vele, Tamás, repülj, sokáig ne is gyere le. Tudod, hogy adásban mindig csak jókat mondtunk róla, tudod, hogy egy ország imád téged, Titus, tudod, hogy bármikor, amikor szóba kerültél, csak a szuper latívuszok röpködtek. Most te fogsz. Szemétládák. Titus, arra kérlek, hogy így ebben a pillanatban nem induljunk, megyünk WC-re, meg. Nem iszunk semmit, elindulunk a műrepülő bajnokunk felé, utat kérünk a tömegbe. Ezt a drága férfit, tényleg megérdemli. Hiszen ha megreptetjük a főnökünket, a saját főnökünket is megreptetjük, hadd menjen, hadd repüljön jó ember. Hussan csak, Titus, mosolyog, integess a barátaidnak, akik itt mind érted szurkolnak, akik tudják, hogy te egy tökéletes főnök vagy, tudják, hogy megérdemled. Így van. Miért ne ültesse fel azt az embert, akit szeret, és miért ne ültesse fel Titus tagépre. Gyere, így nyílik ez az ajtó. Van, nézd csak, itt a géped, hát nem így gyönyörű. Van. Kicsit úgy érzem, Titus, hogy remeg a hang. Konkrétan beszartam, de... Légy a vendégünk egy ajándékrepülésre. Mit kérünk tőle? Gyerekek, hol vannak a kollektíva többi tagjai? Kapcsi, gyerte, bármit lehet, fizetésemelés kapcsi. Szeretnél? Megkapod? Jó, megvan! Kapcsi, köszönjük, ott megvan. Egy fizetésemelés. Feri a szélszőről, szeretnél fizetésemelést? Persze, hogy szeretnél, jó. Megkapod te is a fizetésemelést. Adjad csak ide. Jaj, van egy céges autónk, bankkártyánk és telefonunk is. Akar menni valaki egy kört a főnök verdájával? Igen, köszönjük. Anita, csapatépítő tréning valahol külföldön, a Klassz FM együtt menjünk? Persze, hogy menjünk. Egy hetes tengerparti, hát hadd szóljon! Titusra ebben a pillanatban fölrakják, hát kicsit fölöslegesen a ejtőernyőt, nem ugye? Nem kell az neked, hagyjad csak. Milyen repülésre számítunk? 1-5-ig? 7-es? 9. Jaj, de jó, erről van szó! Ezt akartuk hallani! Vigyázz magadra, élvezd a repülést! Gondolj ránk szeretettel! Tudod, hogy te vagy a legjobb, tudod, hogy téged imádunk! Ha bármi történik, hamar pótolunk! Szevasz, Titus! Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Megérkezel Legolandben, ahol nincsenek emberek. Ez egy egész egy fura. De gyanús volt, nem? Vagy gyanús volt. Egy, nem zárt körüt nyertetek? Igen.
Megérkezel Legolandbe, ami János ott van, nincsen emberek, ez még jól is elsülhet, ránézek az órára, a hőmérséklet kijelzőre. 8 fokocskát mutat München környékén az időjárás, de hát erről szintén ugye nem tehet senki. Hát fura, mert ez egy ilyen parkszerű, szerintem a Disneylandet akarták a németek megcsinálni, de hogy München lakói járnak oda, és effektíve szerintem senki más, képzeljétek el egy ilyen recepciót, ahova bemész és felveszed a jegyeket. Hát fölköltöd a portást, aki alszik. Felkelted a portást, furán néznek rá, hogy mit csinálsz ott reggel 11 órakor, tök üres a parkoló, valaki, kicsit szemerkél az eső, hűvös van. Évek óta nem járt itt senki, mit akarnak ezek? Az egész úgy néz ki, mint egy ilyen rossz magyar BMW Expónak a parkolója. Tehát ilyen fura bódék, egy-két elhagyatott lakókocsi. Tehát ilyen, nagyon érdekes a hely, nem mondom, biztos bent van a nagy élet. Csöndesség van kint bent. Hallgassak, mindenki hallott a gyerekek csivitelését. Ott van az ígéret fölgye, mindjárt bemegyünk, fölvesszük a jegyeket, mondják, hogy hát akkor menjünk be a szobába. Bemegyünk a szobába. Ilyen régi szotüdülőhöz hasonló ilyen sorfaházakban laknak az emberek, akik oda mennek, de csak németek, nincsen turista. A faházakban effektíve semmiféle fűtés nincs, van egy ilyen kis kandalló, elektromos kandalló, amit egy meggyújtasz, és a kandalló körül a szoba ilyen tapétával van kiszed, de emeletes ágyak vannak benne, tehát ez egész nagyon bizarr. Emeletes ágyak vannak benne, ez nem rossz, bekapcsolod a fűtést, a hőmérsékletet felmelegíti a fűtőtest körül egy ilyen egyméteres körzetben. Aha, de te nem ott alszol. De a szobában ilyen bruttó 13 fok, mondtam, semmi baj, kell nekünk a kaland, majd jól felöltözünk, irány a park. Megkérdezni, hogy hol van a vacsora. Vacsora, hát az holnap tudok estére fog. Nincsenben, 100 kilométerén. Délután kettőkor mondom, hol tudom majd vacsorázni a gyerek, kicsit nyűgös, és hát te vacsora. Szóval foglalni kell. Hát ha fáznék, én is nyűgös lehet. Még így 44 évesen is néha szoktam nyűgös lenni. Foglalni kellett volna időpontot. Hát nem mondom, hogy foglalni kellett volna időpontot, sokan, hát most jöttünk, ember nincs, mire foglaljak. Végis, tehát hogy féljön az éttermet, minden asztal elkelt. Másnap estére be tudnak írni vacsorát. Ma, mondom, majd a parkban eszünk valamit, hagyjuk a vacsorát. De úgyhogy ember nincs a parkban, tudod, és ez az egészet így nem érted, hogy akkor hol vannak az emberek. Na hát ez nem derült ki. Bemész Legolandbe, ami ugyanúgy van kitalálva, nagyon szép parkos úton mész keresztül, és megérkezel a nagy Legolandbe. Nagy üres terek, és néha egy-egy Lego, ki van rakva például a Star Wars X-árnyú. Kicsit megszívta a nap, kicsit, ugye a fehér az már olyan barna, és ott áll az X-árnyú. És mekkora méretben? 40 centi? Nem, egészen, mit tudom én, egy 3 méteres ja, méretben. Na, és odaállsz, és akkor mondják, hogy hát itt tudsz előtte fotózkodni. Ez egy X-árnyú. Star Wars-ból. Jó, nem? Álljon elé, nem? Ez egy X-árnyú, lehet előtte fotózkodni. Jön a német, berakja elé a gyereket, lefotózza. Őrület, izgalom. Nézzünk itt, tudod, hát mondom, nem rossz, mert hát csináljunk előtt egy fotót, hát azt kell, akkor mi is csinálunk előtt egy fotót. Csak egy fotót, mész tovább, R2-D2 Legóból kirakva, de tudod, ezt mind a 9 fokos Münchenben, elsőben sétálsz egy ilyen rohadt nagy parkba, és tudod, hogy a szállásod majd vár, ahol szinte hideg van, és mész tovább, R2-D2 kirakva Legóból. Hát mondom, ez biztos csinálva, amit rá lehet ültetni a gyereket, vagy bármi, mit tudom én, jön a német, lefotozza R2-D2. Hát mondom, gyere Benni, itt is csinálunk egy fotót. Várj, kitalálom. Következő, Millennium Falcon. Ott a Millennium Falcon, áll a Darth Vader egy fénykarddal a kezébe, olyan, mint 73-ban lennél. Több, egyébként egy idő után már nagyon rögtünk. Áll Darth Vader a karjában egy lézerkarddal. Oda tudsz menni, te egy másik lézerkarthoz meg tudod forgatni, meg tudod fogni, és akkor rá tudsz ütni. De a Darth Vader. Hát a harc van. Aki áll. Aki nem mozdul, mert Legóból van fölépítési áll 13 éve. Az évek során egy picit már az idős Darth Vader, aki már nem vív olyan jól. És 13 éve áll mozdulatlanul a Darth Vader, kicsit kopott a Legója, kicsit megszívta a nap, a fekete már szürke, a piros fénykardja már olyan halvány szürke, halvány vörös, mit tudom. És akkor tudsz fogni egy fénykardot, csak de a hangot te adod? Hát nincs hangja. Hát hangja nincsen. Hát hangot nem tudsz adni. Nem volt egy rés valahol egy én nem tudom, én gondolkoztam. Tehát, hogy kicsit mindegyikbe be kell dobni valamit. Fölültünk egy ilyen vasútra, ami körbe megy, ez ugyanaz, mint Disneyland, de fölülsz 30 vagon, fölülsz, és akkor megy körbe 3-mal. Uh-huh. Jól éreztem, hogy bárhova ülhettetek volna, ugye, mert nem volt senki. Ahova akarsz, oda ülsz, akár a mozdonyt is vezethettük volna, azzal mentünk egy kört. És úgy érkeztünk meg, hogy tudod, ilyen reggel 8 órakor már parkba voltunk, vagy 9-kor, már 6-kor indult a repülő, vagy 5 óra 50-kor, tehát így nem is értették a németek. Ránéztem az órámra, 9:30, végeztünk a parkkal. Ja,
Kész vagyunk, és ott állásba korán fekszünk. Mondom a Vikinek, hosszú lesz így a nap, gyerek, mondja, apuci, nagyon fázom, menjünk már be. Szóval tényleg, hát ilyen 8 fok, és az a szitáló, amit beesik a kapucnitba, az a szitáló ködös, ónos kötszitálás. Mondja a gyerek, hogy hát menjünk be a parkba, vagy menjünk be a szállásra. Menjünk a szállásra, ott vagyunk egy órát. Jó, mondom, Viki, hát akkor... Kalandot, menjünk. Menjünk, becsomagol, kulcs, lead, irány München. Bementünk Münchenbe, ott hagytuk, foglaltunk egy szállást, valahogy szállába, bementünk Münchenbe. És aztán ott voltunk, másfél napot kóboroltunk. Szép a München. A beton dzsungelben kóboroltunk még egy másfél napot. Szombaton egy kicsit kisütni látszott a nap, nem is volt annyira rossz idő, már ilyen 13 fokra szökött föl a hőmérséklet, és akkor elmentünk a müncheni állatkertbe, ezt találtuk el, Viki, ez egy jó ötlet volt. Jobb. Hogy mégis csináljunk valamit, mert ugye pénteken 10 órakor mi lerendeztük a parkot, ebből vagy 11-kor, és vasárnap délután 4-kor ment a repülő, és ott volt másfél nap, tudod. De nem elütöttük az időt, nem volt, nem lett volna semmi gond, ha nem 9 fok van, és ónos kötszitálás, tehát az így nem lett volna baj. Azt egy kicsit többet vártam ettől, úgyhogy ez volt a kaland. Vasárnap délután 5 órakor szálltunk le. Nem üntjeni járatot. Jó volt hazaérni, mi? Régen igaz, ugye? Az ország. Régen lakás, otthon. Hát azért ez. Régen mondtam, úristen, de jó itt. Mennyivel izgalmasabb ez a szoba? Mennyi minden van benne? Hogy lehet tudjuk tölteni az időt? Igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Na gyerekek, van egy fiatal fiúcska, és biztos hallottátok az ő történetét, mindenképpen beszéljünk róla, mert nagyon helyes. Ő ugye a 7 éves kis Viktorka, és hát nem tudom, hogy hallottátok-e, de talán tegnap vagy tegnap előtt történtett a napokban, amikor is a 7 éves Viktorka hőssé vált. Az egész történet tök cuki, és ez a fiú, ez én hihetetlenül kedvelem. Tehát annyira cuki, hogy elmondhatatlan. Ugye arról szólt a történet, hogy ő a nagymamájával és az anyukájával sétált, amikor is a nagymamája nyakából kitépte valaki az arany nyakláncot. És tulajdonképpen ő, a 7 éves Viktorka a rabló után eredt, és édesem átkulcsolta a lábacskáját. Már nem a sajátját, hanem a rablónak a lábát, és megpróbálta megakadályozni, hogy a nagymamáját, aki kirabolta, elmenekülhessem. Utána szaladt. Kitépte magát az anyukája kezéből, látta, hogy a nagyit bántják, a nagyit nem bánthatja senki, gondolta Viktorka, elszaladt a rabló után, lekuporodott a földre, és átkarolta a rabló bácsinak a lábát, látszunk, hogy ne vihesse senki a nagymama aranyakláncát. Viktor hát gyereke. Tessék? Viktor Kapandurka. Igen, ő az anyukájával együtt rohant, és az anyukája is megpróbálta megfogni a rablót, de Viktorka gondolt egyet, és azt mondta, biztos arra számít a rabló, hogy majd a karját fogják meg, vagy a felső testét. Lábra ment, mint egy jó cselgáncsos, és átkulcsolta a rabló lábát, mint egy megakadályozva, hogy kirabolják az ő nagymamáját. Hát gyerekek, ez a fiú, ez egy tündér. Nagyon komolyan jó, mondom. Ügyes. Hát annyira nagyon drága. Jó. Én tudtam egyébként, hogy a Krav Magának például van egy gyerek szekciója is, ahol... De hogy ilyen jól működik, és kiabált segítségért, hogy jöjjön valaki, mert ő szorítja a rablónak a lábát, és közben még arra is volt lélek jelenléte, hogy kiabáljon, hogy valaki segítse, mert ő elfogta a rablót. Csak aztán hát a rabló ugye kitépte a lábát a fiú karjaiból, és elrohant a Flórián tér felé, mert ugye ez a harmadik kerületben történt. És Viktoron csak egy kis ijegységgel látszott, semmi más. Hát figyelj ki, ilyen határozott 7 évesen, az nem ilyet. Mennyire meg. Cuki, nem? Aha. És meglett az arany? Vagy azzal elfutott? Nem dobta el? De nem lett meg szerintem. Szerintem nem lett meg. Tehát a rabló még így sem gondolta meg magát, hogy egy ilyen hős kisfiúval találkozott. Hát ilyet egy 7 éves fiú azért ritkán csinál. Milyen lélek jelenléte van? Hát sokszor azt látod, hogy valakit inzultálnak valahol, és egy felnőtt se szól. Közben elfordítja a fejét, úgy csinál, mintha nem látná, nem hallaná, hát elég gyáva magatartás. Jön Viktorka, utána szalad, lábra megy, és átkulcsolja a rabló lábát. Hát egy hős. Én is hallottam még. Olyan már volt, hogy egy 8 éves elvette tőle a biciklimet, és megpofozott, de hogy... De egy 7 éves, de egy 7 éves, így nagyon nagy lélek jelenlét. Hát milyen helyes, hát valószínűleg nem? Imádhatja a szüleit, meg imádja a nagymamáját. Hát vagy az járt eszébe, hogy ezt most elviszik, nem lesz, akkor venni kell új aranyláncot, és nem lesz a medgyes pitére pénz. Arra gondolsz, hogy az évvégi bizonyítványára kapott egy ígéretet, és látta elúszni, hogy elrabolják az aranyláncot, és azt mondta, hogy nem adom a BMX-emet, amit megkapnék, inkább az arabló után vetette magát, és azt mondta, hogy a nagyit nem bánthatja senki, mert ha nincs aranyaklánc, akkor nincs BMX. Akkor nincs bringa. Ha az aranyakláncomat is kell beadnom az acciba, akkor is megkapod Viktorka a BMX-et, és erre gondol. És abban a pillanatban jött egy rabló. Azért ez mennyire Harlem már, nem? Hogy ott tartunk, hogy a harmadik kelebben fényes nappal egyébként valaki odalép egy család mellé, és letépi a nyakából, gyerekek, azért ez döbbenet, mert hogy
táskát visznek el, belenyúlnak, zsebtolvajok, de egy fényes nappal már a nyakadból leszakítják az aranynyakláncot, azért az, az igen, nagyon azért komoly dolgokat jelent ám, nem? Hát és... Szóval ilyen brablás mindig van, de hogy így fényes nappal a harmadik kerület, Kiszteli utcában, buszmegálló, egyes villamos, Flórián tér, sok ember, valaki kifigyeli, odalép, letép és elrohan, ez szörnyű, nagyon durva. Szörnyű, hát és belegondolsz, hogy mit tudom, édesanyád, a feleséged, a gyerek ott sétálnak az utcán, és ki vannak téve egy ilyen atrocitásnak. Persze, mert látod, hogy ugye a nagymama, ő már nem tud utána futni, plusz anyuka ott van a gyerekkel, ő se fogja otthagyni a gyereket, és akkor nyugodtan megcsinálod. Igen, és ráadásul azért ennek a dolognak vannak olyan lelki következményei is, amik mondjuk Viktorka esetében, hál' Istennek, így valahogy pont ellenkező előjellel működtek, igen, de itt simán lehetett volna az is, hogy mondjuk egy 7 éves kisgyereket, egy kislány például sokkolhat egy ilyen esemény. Hát simán, persze, hát pánikba esnek, megijednek, hogyne. Állítólag meglett, írja nekünk Szemi, hogy a két taxis megfogta a rablót is. Hogy meglett az arany, és tehát Viktorkának meg lesz a BMX-e. Uh-huh. Akkor valószínű. Elkapták a rablót, visszaszerezték a nyakláncot, utána pedig lefejtették Viktorkát a rabló lábát. Engedd el nyugodtan. Nem is tudja megfogni egy 7 éves gyerek, az egy felnőtt férfi. Hát, gondold el, hogy meglepődsz. Hogy érte utol? Tehát, hogy én rabolnék egy nyakláncot, letépem valakinek a nyakából. Hát egy felnőtt sokkal gyorsabb, hogy milyen gyorsan reagált a kisfiú. Gondolj bele, hát, hogy a lenyúlás pillanatában, a markolás pillanatában és a rohanás első két lépésénél Viktor kitépte az anyukája kezéből az ő kis mancsocskáját, és elindult a rabló után, hát egy felnőtt sokkal gyorsabban fut, mint egy 7 éves kisfiú, és utolérte. De és nem lehet az, hogy a nagyi dobta utána. Igen, hozd vissza! Szökkett egy hosszú indítását a kis Viktorkát. A kis Viktorka mennyire gyors, érted? Egy Ben Johnson. Hát komolyan mondom. Vagy ott van a másik lehetőség, hogy maga a Fuchs lehetett egy ilyen 50 centes, ilyen másfél kilós jelzés a rabló is megjön, hogy igen, a nagyinak olyan nyaka volt, mint Fekete Laci. Úgy ment. Jó, tessék, nézzük meg, hogy nézett ki ez az életben, jó? Jó. Nem haragszol meg, ha te leszel Viktorka. Te leszel a kisfiú. Hogy haragudnék meg? Te testalkadodra méretedre abszolút csak rá tudom osztani a kisfiú szerepét, jó? Jó. Te vagy a kisfiú. Apu, hagyj én. Én vagyok a nagyi. Aha. Te leszel a rabló. Jó, ja. Te vagy a nagy testű... Az jó, mert én lassan futok, sőt, hát én egyáltalán nem futok. Azt akarom csak megnézni, hogy amikor egy 7 éves kisfiú, aki jelensebben jön lesz, átkarolja a rabló lábát. Hát most rádoszott. Ki tudja tépni a rabló? Persze, aha, hogy ki tudja, de hogy tudta Viktorka visszatartani? Hogy tudta ezt megcsinálni, hogy visszatartsa a rablót, amíg odaérnek a felnőttek? Aha. Jó. Na, De hogy amíg utolérem, akkor azért rápirítatok egy combossal? Csak így az ízekezé. Viktorka nem egy krapmaga harcos, hülye. Te nem vagy egy izé, egy ketrec harcos. Bár most már gyerekek is harcolnak sajnos ketrecben. Tehát te vagy Viktorka. Jó. Gyere, fogd meg a kezem. Nem jó? Megyek. Gyere, fogd meg a kezem. Jó, én vagyok a nagy. És én, hogy letépem a nyakláncodat, akkor a mellszőrödből egy darabot magammal de csak vietek. De én, igen. A szerelem gyepemet, ne tépj meg. Te gyere mögém. Aha. Jó. És indulj el arra, nem kell a sebességgel lejátszani, csak a fogás érdekel engem, jó? Te fogd meg a kezem, jó? És gyönyörűek vagy. És nagyi pisztáciát is kapok, mint a múltkor. Kussolj meg. Kapsz pisztáciát, Vig. Úristen, mekkora fukszod van. Nagyapától kaptam. Nagyapától kaptam a fukszot. Jön a rabló, tessék, mit sétálunk. Megfogja a nyakláncot, letépi. Ki ez a bácsi? És én már megyek el. De te már robbansz, hát te vagy Viktorka, ne fogd a kezem, hát robbanjál. A fuchszod. Elindul a futás, vető... Veszük videóra. 7 éves nem fog így. Kiabálj. Hangosan. Rendőrség! Hol van ilyenkor a rendőrség? Biztos trafizna. Ahelyett, hogy itt lennének. Polgárőrség, ne azok is csak a... Csak a királykodásért csinálják. Viktorka kapaszkodik. Polgárőrség intézkedik. Jó, a Viktorka maradj egy kicsit csöndben. Nem tud a rabló elszaladni. Tehát nem tud a rabló, jól fogtad a lábát, jól csináltad. Egy krav maga arcos. De rohadtul féltem, hogy leesek. Figyelj, zseniális a dolog. Félt, hogy ráesek. Ki tudott húzni a lábad? Hát jó, hát azért Jani nem egy 7 éves. De te erőből fogtad, úgy fogtad, mint egy majdnem felnőtt? De el ne, a pánikba, és te begörcsöltek a karjai. Ott láttam, mert a polgárőrséget kiabálta. Tehát szegény Viktorkát még meg is rúgták közben, mert hogy a kitéped a lábad, ugye hát ott meg kell, hogy rúgd ezt a szerencsétlen kisfiút. Tehát ő egy tényleg egy hős. Ó, játsszuk újra, megrúghatom a Janit. Ja, igen. Legálisan belerúghatsz a Janiban. Szóval,
Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedvelem őt. Én imádom, eleve imádom a gyerekeket, de ha valaki ennyire cuki és ekkora hős, hát... Elképesztő lélek jelenete a kisgyereknek. Látod, de a 7 éves Janika még úgy se futott utánam, hogy megbeszélt szituáció volt. Ezzel nem. Szemben Viktorka rögtön robbant. Igen, 7 éves Janika zsarolt a pisztáciafagyival éppen. És akar rajta, hogy megkapja ma is a pisztáciafagyit, amit tegnap megkapott. Én adtam neki egy kis fort, egy kis előnyt, érted? Ja, hogy legyen küzdelem. Legyen benne versenyszellem. Hát, tahonya bárom ezt egy sarokkal távolabb is utolér. Gyerekek, ő egy hős. Fölhívjuk az anyukáját, beszélgetünk vele egy kicsit, hogy mesélje, hogy pontosan mi történt, meg ha tudunk, beszélünk Viktorral, és elképesztően ügyes. Tehát, vagy egy ajándékcsomag, vagy amit szeretne, ha van egy kívánság, amit tudunk teljesíteni, megtesszük neki. Jó? Kérjen tényleg bármit. Pisztácia fagyi. Bármit. Ha kér 5 gombot pisztácia fagyit, akkor ma küldünk neki oda 5 gombot pisztácia fagyit. Ha szeretne egy kamiont, ha szeretne egy bringát, elintézzük neki. Megmondjuk, hogy most kívánhat egyet. Jó? Aha, jó. Kívánhat egyet. Amit kíván, azt most teljesítjük neki. Megnézzük, hogy van-e valamilyen kívánsága. Figyeljetek, sok felnőtt tényleg nem csinál ilyet. Komolyan mondom. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Kata itt van, Viktor anyukája. Hello, Kata, jó reggelt. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Hello. Kata, Katali, melyiket kedveled? Kata. Kata, hát Viktor egy hős, ahogy halljuk. Hát az, igen. Az, de nagyon kis helyes. Mikor történt ez pontosan? Hát pontosan úgy történt, hogy a rabló lekapta a nagymama nyakából a nyakláncot, akkor én is, nagymama is utána jelettünk, és akkor utánunk jött a gyerek is automatikusan, elkezdett ő is futni utána. Ugye Nagyi és te is futottatok a rabló után? Igen. Akkor Nagyi is egy hős. Hát ő is végül. Igen. Tehát reflexből mindenki elindult a rabló után, és jött Viktor is. Igen, ő is, és akkor, mikor mi egy kicsit megpróbáltuk visszatartani, mert a pólóját sikerült elkapnunk, utána elindult a rabló az ellenkező irányba, és akkor sikerült a gyereknek ráakaszkodni a lábára, és egy pár másodpercig lógni rajta. Édesem, és akkor ti már lemaradtatok, Viktor pedig előre rohant, vagy a rabló után rohant, és ő egyedül, úgy, hogy már ti sem voltatok ott, egyszer csak ráugrott a rabló lábára? Hát közvetlenül nem voltunk már ott a rabló környékén, mert ugyebár ő elindult a másik irányba, elfutott, de láttunk mindent, szóval meg is ijedtünk, hogy most mi lesz a gyerekkel hirtelen, mikor megláttuk, hogy ráakaszkodott. Igen, hát egy szülőként azért ez végignéz, hogy a saját gyereked éppen egy idegen férfi lábán lóg, aki ráadásul ugye elvitte az aranynyakláncot, és akkor gondolom a Pali kitépte magát, ugye, a szorításból. Hát így lerázta magáról, mondhatjuk úgy, hogy lerázta magáról a gyereket. És akkor elrohant. Igen, tovább rohant. Azt írják nekünk, én nem ismerem annyira az esetet, csak ugye hallottam, hogy meglett utána? Egyébként elkapták? Igen, mert ott tovább futott a térnél, ott a két úriember fogta, és utána eredt, és ők elkapták. Aha, tehát igaz akkor az, hogy két taxis elkapta. Igen. Mi látszott utána Viktoron, vagy mit mondott, vagy mi történt utána, miután a rabló elrohant? Mert az ilyen traumatikus esemény azért sokszor ilyen pici gyerekeket akár meg is viselhet, hát kivéve, ha Viktorról van szó, mert ő egy hős. De mit mondott utána, vagy milyen volt? Hát azért utána azért megijedt, látszott rajta az ijegység, meg még ugye nap folyamán egyfolytában úgy kérdezgetett dolgokat, hogy mi lesz, ha esetleg kiszabadul a bácsi, meg ilyesmi. De édesem. Megmutatni, úgyhogy most már nincsenek ilyen gondjai, meg így most így felkapta a média ezt, most ez is azért tetszett neki ez a dolog, hogy így mindenhol rólam van szó. Nézi magát a hírekben, tényleg meglátja? Tényleg? Ő már iskolás, gondolom, nem? Most kezdi az iskolát. Aha. Hát figyelj, ő úgy vonul be oda, hogy mindenki szendvicset kínál neki, helyjel kínálják majd, hova akarsz ülni, Viktor, amit te választasz, az a te helyet, vagy kis király lesz majd. Hogyan trénerezed Viktort? Tehát nagyon kíváncsi vagyok a sebességre és az elkapásra. Hát egy örök mozgó, azt hozzá kell tenni, hogy pillanatra nem tud megülni a seggén. Aha, tehát megy éjjel-nappal. Igen. De nézed sok Michael Dudikoff filmet? Vagy szereti Sylvester Stallone-t, vagy Rambo filmeket? Vagy... Igen, szereti ezeket a harcos filmeket, úgyhogy abból lehet, hogy tanult azért. Édesem, nyilván most persze mi egyrésztről humorizálunk, tehát ez így a vénánkból adódik, de közben azért ez egy baromi komoly helyzet, ráadásul nyilván ezt ugye, mivel nem egóból reagál erre, hanem egyszerűen csak tisztán, mert hogy bennük még a félelem se dolgozik annyira, hiszen nem is mindig tudják, hogy egészen pontosan mi az, reflexből egyszer csak utána ugrott, és teljesen önazonos módon egyszerűen ez jött belőle, és megcsinálta. Ugye a felnőtt már mérlegeli, és eldönti, hogy bajom lehet, nem lehet, inkább nem avatkozom bele. A gyerek ezt még nem mérlegeli, megy, és csinálja. De hát óriás, ezért csodálatos lények ők egyébként. Teljesen egyértelmű egyébként, hogy amerikai fociznia kell a gyereknek. Várja őt a Budapest Wolves. Igen. Nagyi, hogy van, szegénykém? Hát azért róla letépnek egy aranyakláncot, hát az se egy könnyű, fényes nappal, hát nem könnyű egy ilyet feldolgozni. Hogy viseli?
Hát neki is az első nap volt a nehéz igazából, most már az ő is túl van, kezd túl lenni rajta, úgyhogy kezdik feldolgozni ő is a történteket. Viktorka kapott valamit utána? Egy két gombot, pisztácia fagyit, vagy bármit, amit kérhetett aznap este a cukrászdából? Volt valami kis ajándékozás? Kis játékot is kapott, meg majd még lesz még neki majd egy kis ajándék a bátorságáért. Meg hát most már ő a hősünk itthon, úgyhogy... Hát figyelj, most már lépcsőházban még rendet tesz, megy, fegyelmet. Ha, igen. Igen. Ott van most veled? Hát itt van a közelbe, szólják neki? Ez egy-két mondat erejéig, igen. Hát ha igen, tudunk vele egy kicsit beszélni. Szia. Hello. Hallottuk, hogy milyen kis ügyes vagy. Hogy vagy most, Viktor? Jól. Figyelj, Viktor, mi az, aminek most te örülnél? Ha lenne egy kívánságod, bármi, amit kívánhatsz, akkor mi lenne az, amit kívánál? Most leszáll oda egy jó tündér, és azt mondja, hogy figyelj, Viktor, ilyen hősies cselekedetet kevese hajtanak végre. Ilyen bátor kisfiúból kevés van. Ennyire bátrak még a felnőttek se tudnak lenni, sőt, sokszor ennél sokkal gyávábbak. Egy kívánságod van, és azt az egy kívánságot neked most ez a jó tündér teljesíti. Hogy már nagy legyek. Akkor ezt tőlem a Beni is egy csomószor kéri, hogy apuci, olyan jó lenne már felnőttnek lenni. Mondom, Beni egy röpke 20 év, és ez is megtörténik, hidd el. Hogy szeretném már felnőtt lenni? Igen. Miért? Mert még nem tudom, hogy milyen. Ja, hát. Nem olyan nagy buli. Nem, minden egy csomó árnyoldala van. Tehát nincs semmi olyan dolog, aminek örülnél? Bármi, amit kérhetnél? Valami kézzel fogható. Ami kézzel fogható, egy tárgy, egy kis ajándék, bármi. Lego. Csima. Csima. Egy csima. Csima. Csima? Aha. Mi az a csima? Van ilyen játék. Ne hűts már, csima. Esküszöm, ugye? Mi az a csima? Járatok harcolnak. Pénteken reggel, amikor fölkelsz, akkor menj át a szüleid szobájába, jó? De lő kopog. nehogy baj legyen. És kérdezd meg az anyukádat, hogy a tündér teljesítette a kívánságodat. Oké. Okay. Jó, Viktor Kám, ügyes vagy. Érkezik a tündér hozzád. Vigyázz magadra. Jó. Okay. Szia! Add még az anyukádat egy pillanatra. Itt vagyok. Hello! Na. Figyelj, még hisz Mikulás tündér, ez még működik? Vagy már leromboltuk, vagy valaki már tönkretette a gyermeki világát? Vagy hisz még ebben a mondakörben? Vagy... Működik. Jó. Jó. Akkor mi beszéljünk adáson kívül. Jó? Jó, rendben. És péntek reggel akkor megérkezik majd valaki. De nektek kell segíteni a megérkezésben, ha érted. Ha érted, hogy mire gondolok. Igen, szeretnénk összekötni benneteket a tündér. Legalább nyissátok ki a bejárati ajtót. Igen. Hogy berepülhessen a tündér. Igen, nehogy az legyen, hogy Viktorka megtámadja majd a tündér. Tehát mondjátok meg Viktorkának, nem mindenki ellenség, aki érkezik. Igen. Péntek reggel nyissátok ki az ablakot, majd jó, beszéljünk adáson kívül, lehet, hogy akkor tudunk segíteni, hogy ez a tündér megérkezzen, mert nagyon bátor kisfiú, megérdemli, hogy kapjon egy ilyen ajándékot. Végül, ha bevédi a kecót. Lefújja a gásprével a futátot. Igen. Jó? Hát szemét, visszajött. Oké, okay. Akkor hívunk még, jó? Kati, vigyázz magadra. Köszi, ciao. Jó. Hello, hello. Milyen írja valaki, milyen lett volna? Van egy kívánság, egy parabel. Igen, a szekén. Hogy legközelebb azt a szemetet kívül. Ha nem dum-dum, majd én otthon megcsinálom. Igen. Igen, de annyira kis. Nagyon. Képzeld el a képet, ahogy fogja a lábát. Ösztönösen. Nem? Hát nem cukik a gyerekek? Imádom őket. Jó reggelt. Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk neked! Hello, Kati! Kati, na mi a helyzet? Berepült már az angyalka? Berepült, de még ő nem látta, úgyhogy ez most fog megtörténni élőadásba. Ó, tényleg? Tehát most már berepült. Most már kiengedi a szobából. Enged ki a szobából, jó? A kis angyalkát. Mondtátok Viktorkának, hogy ma péntek van, vagy számolta a napokat? Igen, várta már nagyon. Várta már nagyon, de jó, hát egy kis hős, úgyhogy megérdemli abszolút a jutalmat. Hol van most Viktorka? Most nézi mindjárt a ajándékokat. Most éppen egy rablógyilkost üldöz a lépcsőházban. Gyakorol egy bábún. Gyakorol. Mi történt? Na, valami... Most volt egy aszta, igen. Az volt az aszta, most kapta meg ebben a pillanatban. Mit csinál? Közvetíts nekünk, Ati, mi történik? Most nézi mind a két dobozt. Igen. Nem tudja, hogy melyik, de mi lehet vajon. Aha. Ez... ő tudja, hogy mi, én annyira nem. Ezek a kis csimoták, ugye, amiket itt ki lehet. Csimoták? Nem, Machu Picchu. Hárman összeestek odakint. Igen. Adod nekünk egy pillanatra csak, hogy milyen, azt mondja el, mert nem túl bőbeszédű, tudom, hát zavarban van édesem, csak hogy mondja el, hogy milyen, amit kapott. Jó, adom. Oké, köszi.
Szia! Hello, szia! Na, mit szólsz, milyen? Mesélj, de mi van a kezedben? Mit látsz, mit kaptál? Azt, amit hértem. Na, jó, hát ki merne neked ellenmondani, mert hogy ismerjük, hogy milyen kis hatékony vagy. Örülsz neki? Örülsz, persze, nyilván, hogy mit tud egy hülye felnőtt kérdezni, persze, hogy örülsz. Erre számítottál, ezt szeretted volna? Igen. Igen, jól van. Na, akkor állj neki, ma már nincs suli, nincs semmi, nem kell sehova menni, úgyhogy próbáld kirakni, jó? Ügyi vagy még egyszer nagyon. Köszönöm. Vigyázz magadra. Szia, Viktor. Ciao. Figyelem, figyelem. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nem voltam egy nagy születésnap ünneplős. Valahogy mindig nagyon szívesen megyek szülinapra, de ha sokan ünnepelnek, azt nem szeretem. Van ez a típus. Te se, nagyon. Ez az önünneplés. Nem. Egyszer-kétszer rendeztem ilyen szülinapi partit magamnak, nem jött el senki, aztán abba hagytam. Pedig körbeküldted a meghívókat mindenki. Persze, igen, saját mindenkinek. Magának aztán ezt az egyet. Aztán egy idő után csak jeleztem, hogy az ajándékot küldjék el legalább. Én például nagyon szívesen megyek szülinapi bulira bárkinek, bárhova, pont mondjuk tegnap hívtak meg, egybe oda nem mentem el. Látod, de hát azért vannak kivételek egyszer. De nem úgy, hát nem megyek el mindenhol, csak meghívtak egyet, de oda nem mentem, de nagyon jó buliba családtag hívtak. Volt. Tessék? Családtag volt? Nem, képzeld, hogy a Kozmixos Lalának volt tegnap a születésnapja. Jaj! Azt én is Isten megkaptam. Isten együtt nem voltunk. Figyelj, képzeljétek el, följött a Lala, és tök jól esett, mert azt mondta, hogy szeret 40 éves szülinapja volt tegnap, és hogy szeretne mindenkit meghívni, aki az ő életében fontos volt. Mi nagyon sokat röhögtünk, interjúztunk régen együtt, meg buli repcsiztünk, azért ott volt közös kaland, és fölhívott, hogy ő most 40 éves, menjünk el. Voltatok? nem, arra azért nagyon vigyáztam. Jóval volt sógor mindig. és akkor így tök jól esett. Mondtam, hogy Lala, nem ígérem. Persze, nyilván nem mentem. De nem is az, mert dolgom volt délután. De hogy úgy bírom, ha valaki így megünnepli saját magát. Hogy én tudom, hogy én szenvednék közben. Érted? Tehát, hogy tudod, oda jön egy csomó ember, mindenki nézi, hogy örülsz el, kapod a meglepetéseket, ott sokan vannak körülötted. Ez olyan kicsit olyan szenvedős. Másért a szívesen megyek, de valahogy az önnön szülinapomra... Az... Nagyon jó, Peri. Jó? Én tényleg? Én minden évben megtartom. Én a meglepetés buliktól is nagyon szorongok. Na, tehát... azt utálom én is. Én egyszer kaptam. Mondtam, én hogy király, mehet mindenki. Haza szevasztok, majd szólok, ha buli van. Én annyira lefagytam, a Viki szervezett. Annyira fölépített az egész történetet, hogy az valami döbbenet. Emlékszünk rá, hiszen ott voltunk. Ott voltatok? Igen. Tudom, hogy kis pont voltunk az életedben. Egyébként tényleg kínos egyébként volt. Melyiken voltatok? Ott voltatok a gokártoson? Igen. Valamelyik gokártoson, mert én nem tudom, hogy állandóan valamilyen gokártpályán, hogy ők adunk ki. Én soha nem akartam gokártozni, de annyit gokártoztam már, mint az állat. Nem, mi történt? Ti nem tudjátok ennek az egésznek az előéletét, hogy be kellett menni abban a bevásárlóközpontból, az alján volt ez a gokártpálya. Igen. És azt mondta a Viki, hogy megyünk vacsorázni. Mondta, hogy de elhagyta a táskáját, és ott hagyta abba a bevásárlóközpontból. Mondom, Viki, ez 30 kilométerre onnan, ahonnan lakunk, mit csináltál te ebbe a bevásárlóközpontból? Hogy ő itt vett valamit. 20 kilométer, a legtávolabb. Mondom, ez valami nem sem, de nem esett le. Menjünk le, meglátom a gokárpályát, mondom, Viki, mit csináltál te itt, hogy itt hagytad? Csak beugrom. Nem jössz be? Mondom, dehogy megyek be. De gyere már, mert nem fogják visszaadni a táskámat, le fogják tagadni. Viki, te itt áll? Már-már úgy mentem be, hogy be kell menni verekedni, hogy visszaszerezzem a feleségem táskáját. Erre ott álltak 20-an. Voltak annyian? Voltunk annyian. Voltunk. Most nehogy azért... nagyobbat mondjak, 10-en. Na jó, 3-an. Na jó, ti ketten. Annyira lefagytam, én nem tudok ilyenkor ennek őszintén örülni. Ez látszott is rajta. De én ezt mondom is mindig magam, hogy bárkire szívesen megyek, csak ne az én születésnapom legyen. Nem ha meghívottak, próbálták földolgozni Balázs arcát. Tehát megvan, amikor készülsz maradrága ajándékkal, ott vagy, jön be az ünnepel. Na jó, azért maradrága ajándéka senkinek nem készül. Nincs oda. Ki készült maradrága ajándékkal? Nem emlékszem, mit vettünk. Mit? Jézusom. Na mit vettetek? Te megtagadtad a mi együtt lélegzésünket ezzel az ajándékkal, hogy nem emlékszel arra az ajándékra. Hát nem lehetett olyan nagyon drága, mert rohadtul nem emlékszem, mit vettetek? Csiripeljetek csak. Hát én így most már nem vagyok hajlandó vele előhozakodni, gondolkozz el, mit vettünk ketten a Jánossal. Azért, mert tudod, mit nem vettünk. Hagyjál már velem, hát ne vele menjél velem. Ja, emlékszem, ja arra vettük fel a hitelt, azt a rohadt személy zsölcsöt, aminek még mindig nyögjük a részleteit. Olyan drága volt, hogy bár ti sem emlékeztek rá. Haj, de drága volt. Tudom, mit hoztatok, a nagy rohadt büdös semmit hoztatok, magatokat. Vittünk ajánlni, magunkat is. Valamit vittünk egyébként. Én megpróbáltam rávenni a Vikit arra, hogy elég legyen belőlem egy videóüzenet. De tényleg ezt az ember valahogy nem szeret, és lefagytam, és akkor tudod, ott mindenki néz, hogy örülsz-e,
totál betépsz egy kicsit, tudod, ilyen fura, ilyen szürreális állapotba kerülsz, ott jössz, köszönsz, gratulálsz, 100 ember egyszer csak ott áll, jött Henrik egy Elvis ruhában. Igen, nagyon fura volt egyébként, mert ha énekelt valaki kívülről belsik oda, megnézi a társaságot, akkor ő valószínűleg azt hihette, hogy a Henriknek van születésnapja. Mert hogy ő volt a legboldogabb. És én annyira kész voltam, hogy én 5 percig nem ismertem meg, hogy ő van Elvis ruhában. Igen. És mindenki már csapkodta a térét, hogy milyen vicces Henrik először, és átmondom, hogy ő kicsoda, és miért van Elvis ruhában? Na ki ő, ki ő, ki lenne John Lennon? Igen, és aztán az egész ilyen nagyon fura lett. Kassa Tibi is énekelt neked, hát nem emlékszel. Igen, Tibi is ott volt, hát. Szóval nem volt olyan jó. Jó, de ott voltak a barátaim is. Tehát ja, nem igen, a gyerekkori barátok ott voltak. Igen, velük meg sülve főve együtt vagy. Hát igen, de hogy az egész olyan fura volt. A Viki másik születésnapi bulia, otthonra szervezte. Menjek haza, mert... Hú, de meglepő! Azt a micsoda helyszín! Nem, mondja, siessek haza, mert a szomszéd itt áll az ajtóban, és nagyon agresszív. Aha. Hát mondom, én meg skassoltam valahol. Rohanjak haza, mert verekedni akar. A szomszéd meg betörte a kerítést. De vidáman mész haza, nem? Tehát, hogy úgy megjön a kedved. Nem esett le. Látok, nem esett, hogy 80 éves a szomszéd. De az leesett, hogy volt vele baj, régen laktunk, hát nem volt túl okos. Na most ez az idős arisztokrata házaspár egyik tagja volt, nem, vagy nem, pedig nem, a Playboy. Nem, nem, ez, se a Playboy, nem ahol most lakunk, ez még a régi. Ja. Menjek haza, menjek haza, elindulok haza, és már gondolkozom, hogy mivel fogom az agresszív szomszédot leszerelni, hogy ne rúgja be a kerítést. Elmegyek a házunk mellett, gondoltam, hogy nem megyek be a házunkba. Egyből mentem a szomszédhoz. Hát mondom, hogy én becsöngetek, én nem hagyom. Hát aki bántja a feleségemet, meg a gyereket, meg a... én megyek. De csak az asszony volt otthon és a síró gyerek. Hol van az a gyökér férje? Tatszuka! Hátra mentem, és mondja... Láttam. Hát ti semmiből nem tanultam. Mikár, rátok gyújtom a házat, kivarcoljátok a nekteteket, végignézem. Hátra mentem, erre hív a Viki, hogy ne menj, mert látta, hogy ugye megyek hátra, az agresszív felindultságból a szomszéd, és hív, hogy itt van a szomszéd a lakásba, gyere gyorsan! Hát mondom, hogy akkor visszafordulok, megyek be, erre arcon fújnak ilyen konfettivel, tudod? És akkor boldog szülinapot, és ott nyolc. 3 órára megvakultál, nem emlékszel semmit. Tehát azt hiszem, a szomszéd lefújt valami gásprival, elkezdtem verekedni. Hasba rúgtad anyádat. Lekönyökölted az anyósod. Leütöttem az összes barátom, hogy mindenki verekedtem, mikor már... Van még valaki? Pokrocot dobtak rá, mint egy megvadult lóra, hogy nyugodj le, csak mi vagyunk. Érted, és így esett be a saját születésnapi bulidra, hogy azt hiszed, hogy a szomszéd fúj arcon konfettivel. Csoda, hogy nem szereted a meglepetés bulikat. Tehát van ez az arcon fújós konfetti, amit így 5 méterről megfújsz, és így beterít. És mondom, ez hülyebb. És még ahogy beléptem, arcon fújtak, mondom, mi ez lefújt? Mi normális, az arcon fúj a saját házamban konfettivel? Hát mi van itt? És akkor próbáltam kiinni, és akkor ezért ott álltam. Ezért a vaktába leadtál néhány lövést a gázpisztolyodban. Hát a gázprével befújtam gyorsan, mondom, hát ha te is, így, én is így. Elővettem egy parabellumot, és lából lőttem mindenkit, aki ott volt, mondom, de sokan vagytok. Na így örüljél a születésnapi bulinak. Nem? Hát, akkor te, hát lehet, hogy benned van a hiba. De ilyen valaki szereti a meglepi bulit, szerintem ez egy alkat kérdése. Tehát van, aki imádja és örül, és van, aki nem tud föloldódni, mert annyira meglepődik és sokkolódik, én inkább ez a típus vagyok. De bárki másért a szívesen. Csoda, hogy minden születésnapod előtt felerősödik a szívritmus zavara. Mindig mondom, hogy Vikinek bármi, csak nem meglepetés buli. Bármi. Tényleg menjünk bárhol, legyen, csak ne álljon ott 30 ember, nézve, hogy te most örülsz. De ezt az arccal konfettivel való fújást, azt tőled tanulták a haverjaid, nem? Egymástól. Csak mikor arra lépsz, hogy a szomszéd üti a feleségedet, és valaki még arcon fúj, tudod, és 10 perc mire leesik, hogy mi történik. Nem? Te se bírod a sajátok? A meglepetés ugye, nem. Azt nem szeretem, de én nagyon szeretem megünnepelni a dolgot. Tehát sokan vagyunk, tudod, lehet diridárézni egy picikét, oda hasonlni a hajnalra, az úgy jó. De ha már fel vagy rá készülve. Akkor igen, nem? Igen, de nekem is csak egyszer próbálkozott a béka ezzel, hogy csinált egy ilyet, beléptem a lakásba, nem mondom azonnal kifele mindenki, majd szólok a buliban. Ugye? Hogy egyszerűen annyira zavarba, igen, és annyira nem tudod a helyzetet kezelni, hogy és mindenki örülsz, na itt vagyunk, örülsz, azt se tudod, hol vagy. Igen, az egy érdekes élethelyzet. Hazaküldtél mindenki? Ha mondtad, hogy mit kerestek itt, lehet már menjetek minden. Az egy barátságos élethelyzet. Jó, mondjuk én azt se vettem észre fél óráig, hogy a kassa a saját házamon a Mikulás. Igen. És már minden barátom tudta, hogy ez a kassa, én meg még mindig fotóztam a Mikulást, és néztem a gyerek. Nézd, hogy örül, nézd itt a Mikulás, benne, gyere már. Nem ismerős, nem, jó lopuk ki, persze, hogy ismerős. És beöltözött Mikulásnak. És én voltam az utolsó, aki észrevette. Tehát én azért én ilyenkor meg tudok kicsit így makulni. Neked volt már meglepi buli? Nem, nekem az a meglepi, a van buli. Na jó, de úgy, hogy ott állt, mit tudom én, 10 ember és meglepi buli, vagy a Mónit ismerték. Nem, te se vagy ez a nagy dajdaj, nem? Nem, ő inkább ajándékokra figyel oda nagyon. Tehát arra figyel, hogy mondjuk egy születésnapon ajándékot kapjak, amiről korábban sokat beszéltem, sokat emlegettem, és aztán nem nagyon számítottam rá, hogy össze fog jönni. Krémes. Vaj, igen, az...
ilyen egészen meglepő dolgokban is gondolkodik ő is. De nem szoktunk meglepetés bulit, nem. Ugye, hogy az nem? Egy nem jó várlátogatásnak örülnél igazán? Nem. Most például mit kaptál? Most várjál. Aha. Most volt a születésnapom. Ez nálatok egy nagy van karácsonykor, semmit. Nem, az nem, csak a Jani most volt a születésnapom. Figyelj, nem kaptam szerintem semmit. De majd mindjárt megírja egyébként a sebező, hogy mire nem Mi az, hogy nem kaptál semmit? Nem. Az a baj, hogy amiket így eltervezünk nagyon, tehát nekünk most volt például évfordulunk, és elterveztük, hogy elmegyünk majd egy napra valahol, elmegyünk egy picit romantikázni, kiveszünk egy szobát valahol. Kettecskén? Persze. Hozzátok át addig a virágot. Hogy tök jól ellenni. Nem mindig rá, azt hittem, hogy nálatok, hogy odaadjátok a kecót, és akkor egy... és akkor megodaadod a szív alakú vízányat. Figyelj, de akkor csináljuk azt, hogy én kirakom, hogy hotel. Jó. De megmondod a Mónikának, hogy nézd, milyen szép hotelbe hostalak ide. Nézd, milyen rakdalá. Nem mondod el, hogy nálam vagytok. Rakd alá sztori díjaidat, nézd, már 8 csillagos. Elhozod a Mónit, én a virágot addig elviszem, belivel ők valahol elbandáznak, ti pedig ott esztek, jöztök, mentek, arszotok nálunk. Jó, de fizetni kell érte, csak szólok. Teljesen, nem, tiéd a kecó egy napra. De aztán nem ám a fajanszot másra használod. Itt nálunk angol WC van, nem pocsantos, mint nálatok, ne gyere zavarba. Na, majd de azért címkész fel, hogy melyik a bidé, nehogy bekakálja. Talán én mondom rád magad, úgy elviselkedni. Az a baj egyébként, hogy a Móni nem hülye. Képzeljétek el, hogy oda menjünk hozzá, igen, és akkor megkérdezni, hogy de apácska, hát miért van itt kirakva a Balázsnak, a Vikinek, meg a Beninek a képe? De én így lefordítgatom a képeket, tehát fogom is az összes, hogy nem, alá néz egy kicsit, Móni, mert ne csapogasd, Móni, ne pakasd! Ők is már kivették ezt a szobát, nagyon szeretik ezt a hotelt, azért ilyen jó, azért osztalak ide. Igen, ne tapogasd, jó, lehajtom az összeset, elhozod, mi elviszük a virágot, és te meg megleped egy romantikával, pénz zsebben marad. Apácska, találtam ebben a fiókban egy hatalmas kukikorbát. Egy parabellumot, egy gázsfőt. Meg egy sminktükröt. Igen, szerintem az jó lenne. Rengeteg SMS-t kaptunk. Írja nekünk Laci, hogy a YouTube-on valahol van egy videó, ahol egy szolgálatos rendőr lopakodik be az épületbe, és meglepetésre várják, meg szülinapi buli. Ilyetében belelő a rákiáltó tömegbe. Jó buli lehetett. A legjobb barátnőmnek szerveztem egy mindössze 4 fős meglepi bulit, megbeszéltem vele, hogy aznap meghívom nálam egy vacsira, dumcsi, pletyi, jól benyalta, eközben a párjaink a kis szobában várakoztak, harisnyával a fejükön és sokkolóval a kezükben. De okos vagy, jó, de jó buli ez te. Néhány perccel a megérkezésünk után gyanúzajokat kezdtek hallani bentről, én persze játszottam, hogy atya úristen, valaki van a kis szobában, már vettem a tepsit, hogy leütöm őket, mikor kirontottak a szobából ordítva. A barátnőm kis ilyen halálra rémült, be is pisilt, úgy megijedt. Jaj! Milyen barátságos buli, nem? Mikor na, a szülinapod van, de mörülsz! Emlékszel, az a születésnapod, amikor bepisáltál. És akkor ez megy majd 10-15-20 évvel keresztül a baráti társaságba védjön. A pisis, igen. Igen, amikor már elfogyott az összes sztori, az ezt biztos, hogy előrángatja megint már. És arra emlékeztek, amikor? De igen, jó. Erika bepisilt. De nagy buli, igen. Szegély. A feleségem 40. szülinapjára szerveztem meglepi éneklős bulit, semmit nem sejtett, nagyon jó buli lett. Életemben először énekeltem neki 20 év után. Az mondjuk cuki. Én voltam a legnagyobb hős, 7-től 10-ig terveztük, hajnali 2 óra lett belőle. 400 km levezetése után beesek a lakásban, írja nekünk Gé, totál leizzadtam, ruhát rögtön ledobva, egy szál brébe irány a fürdő. A nappaliban 25 ember, ők mondják boldog szülinapot, szerintetek? Anyumnak szerveztek a kollégáim meglepetés bulit a 40. születésnapjára, csak nők voltak egy darabig, mert én a tesómat is, a tesóimat is beszervezték, mint Chip and Dale fiú. Az milyen, amikor a saját anyádnak csippendélezel? Az meleg, nem? Igen, olyan fura. Húzol a fejedre egy oroszlán maszkot, és akkor ott a saját anyád nem tudja, hogy a saját fia csippendélezik. Ott sékelsz az ölében, egy szál tangával. És gondolod, de anyád beindul rád. Nem? Látod az anyád, hogy beindul. Olyan ismerős ez a popó. Nagyon szorít a bilincs, kérlek, vegyétek le. Ne csináld tovább, Lacika, mert még baj lesz. Engem az asszony keltett fel, hogy ömlik a víz a mosógéből, erre hirtelen kiugrottam az ágyból, és torta volt a mosógépen. Ez cuki. Ez aranyos. Igen. Balázs, novemberben leszek 60, ott a helyetek. Megyünk, Zoli, mint csimpendél fiú. És folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show.
Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A gyermek nevelési technikákról akarok egy kicsit beszélni, mert olvastam egy nagyon érdekes cikket, és hogy mindenkinek, akinek van gyereke, más eszköz van a kezébe, ha a gyerek rosszalkodik, hogy lehet megnevelni. Van egy Jessica Alba nevezetű színésznő. Ugye? Színésznő vagy énekesnő? Színésznő. Színésznő, Jessica Alba. Igen, miért olyan helyes csaj egyébként? Finomka. Hát, akár ezzel a szóval is. Ez tört finomka. Így van, ez Jessica Alba. Csak mondom, hogy az a hajó elment már, mert hogy férje van. Igen? Így van. De hogy gyermekeik is vannak. Ami még azért nem meglepő, élnek itt néhány milliárdan, ugye, hogy férjük van és gyermekeik vannak. És egy érdekes dolgot olvastam róla, és az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy a saját nevelési módszerei jók, vagy nem jók, vagy az, amit ő csinál, az jó, vagy nem. Körülbelül 10 másodperc alatt jöttem rá, hogy nyilván szerintem nem jó. De kíváncsi lennék, hogy ki hogy fegyelmezi a saját gyerekét. Mert hogy ő azt mondja, hogy amikor rosszak az ő gyerekei, elsősorban egyébként a kislánya, akkor bezavarja a fürdőszobába, várjál, mert itt még nincs vége, bezavarja a fürdőszobába, ahol nem jó a villanykörte, és a kislánynak az a büntetése, hogy sötét fürdőszobában kell áldogálnia. Ó. Oh. Sötét fürdőszobában kell áldogálnia. De tök sötét van bent? Tehát, hogy teljesen szúrok sötét, rázárja az ajtót, és akkor... A sötét szobában, és bezárja az ajtót, igen. Atya úristen. Ha pedig ez sem hat, akkor pedig hideg zuhany alá teszi a saját gyerekét. Húha! Hát. Hanem, és ő azt mondja, hogy az ilyen fajta büntetés az nem kegyetlenség, hanem ő ennek az erejében hisz. Igen. És szerinte a gyerekeknél ilyen radikális módszereket kell alkalmazni. Mind a két gyermek egyébként lány, és ő így neveli őket, hogy hol az egyiket, hol a másikat, hol egyszerre a kettőt bezárja a sötét fürdőszobába. Úristen, szerintem egy alszintű fóbiát fog benne ez elültetni a sötét helyiségek iránt, hogy lehet, hogy aztán később szakemberre lesz szükség majd a kis csajnak, hogy ezt kiheverje. Szerintem ez egy nagyon-nagyon buta dolog. Mert gyakorlatilag... Azt mondja, hogy ők nem hisznek az erőszakban, sosem vernék meg a saját gyerekeiket. Már pedig ez lelki erőszaknak számít szerintem, amit csinálnak. Gyakorlatilag sokkolják a gyereket ezzel. Igen. Az idősebb kislány ő nagyon rossz, ő a rosszabb. Milyen jó cuki, egy kislány is rossz, nem? Én már most szeretem, nem? Ugye? Tehát kislány is rossz, nagyon jó. Nyitott kapukat döngetsz, hát. És soha nem verik meg őket, de a lényeg, hogy egy kicsi helyiség az ő fürdőszobájuk, az ablakok nagyok, de a sötétség az képes félelmetessé tenni a fürdőszobát. És beküldi őket a sötét fürdőszobába. És így neveli a két gyereket. Igen, pont fordított arányoság van Jessica külseje, a szépsége és az értelmi képessége között, én úgy érzem. Ugye, gondolom, most nincs előttem az arca, mindjárt megnézem, hogy gondolnád, hogy egy helyes amerikai színésznő, aki egyébként egy törékeny nőnek néz ki, bezavarja a sötét szobába a saját gyerekeit, vagy a sötét fürdőszobába, és rájuk zárja az ajtót. És... Ja, bocs. Mi van? Hát mutattam róla egy képet. Hát most nincsen a potenciál. Ahogy mutatod, Jani beüti Jessica Alba, most ők egyet is megfordítja a laptopot, és várja a hatást. Érted, ugye? Hát figyelj, csinos csaj, ez vitathatatlan. Na de miért küldesz be egy gyereket egy sötét fürdőszobába? Tehát nyilván mindenki máshogy csinálja. Tehát van, aki beismeri, van, aki nem, van, aki megpofozza, van, aki sarokba állítja. Hú, ez nagyon rossz. Mi is nagyon sok mindennel próbálkoztunk, aztán amikor 5-5-ször állítottuk a Benit sarokba, mondjuk 2,5 éves és 6-szor fordult ki a sarokból mosolyogva, akkor föladtuk a sarokba állítást. Tehát nálunk ez például ment egy időben. Nekünk valaki azt tanácsolta, hogy ez nagyon jó. Meg láttuk ezt a Viaszaton, ezt a Dada nevel, tudod. Igen. Nagyon szeretem azt a műsort, tök jó dolgok vannak benne. És akkor mondta, hogy legyen egy büntetőszék, amire ott leülteted, és akkor addig ott ül, amíg el nem ismeri, hogy rossz volt. Hú, nagyon jó dolgokat profi, mond. Nagyon profi dolgokat mond. Műsor. Na hát ideig nem jutottunk el. Sarokbálás. Uh-huh. Nálunk ez a legszigorúbb. Beállt a gyerek a sarokba, ott állt egy kicsit, kijött. Beállt a gyerek másodjára a sarokba, mint tudom, 3 hónapúval, amikor még okosabb lett, ott állt kijött. Majd rájött, hogy amikor sarokba áll, akkor úgy kell csinálni, hogy legyen nála valami játék. Ezért, amikor mondtam, hogy Benni, menj a sarokba, mert rossz voltál, gyorsan összeszered. Már vonzolt maga után 30 darab. Gyorsan összeszered a autót, játékot. És azt láttam, hogy fél órája áll a sarokba. Hogy igen. Jó, kicsesztettek vele. Óriási büntetés volt. A gyerek már hazajött, fölcsillant a szeme, meglátta a sarkot, és bement. Már imádta. Játszósarok. Konkrétan egy játszósarkot alakított. Hol a gyerek? Keresd a sarokba, biztos ott játszik.
Szóval nálunk totális cső, tudod, és állsz ott 40 éves fejjel, és röhögsz a saját gyereket, mert egyrészt nem tudsz nagyon haragudni rá. Kettő, hogy ötödszörre küldött be a sarokba, és hatodszörre azt, és egy kis matchbox megy a falon, és iszonyatosan jól szórakozik. Mondtam, hogy jó, gyereki, és mondom a Vikinek, ezt engedjük el, ez nincs. Tehát ez így ebben a formában nincs. Igen, egy picit több következetességgel lehet, hogy elértétek volna a célotokat, de így, hogy magával cipeletett egy fél játszóházat, így már nem. Igen, ez így annyira nem működött. Mi egyébként elég lazák vagyunk, tehát ebben nem vagyunk nagyon szigorúak, de a sarok vagy a sötét szobába küldés az meglehetősen drasztikus, nem? Én soha nem hittem a megfélemlítésben, szerintem ez egy nagyon buta dolog. Tehát ehhez képest kap egy makarekói pofont, ahhoz képest ez még egy jó megoldás. Most komolyan mondom. Hát persze, hát én azt gondolom, hogy ez a sötét szobás elzárás, meg utána hideg zuhany, ez olyan szintű megfélemlítés a gyereknek, hogy lehet, hogy ennek a későbbiekben nagyon komoly következményei lesznek majd ilyen lelki vonalon. Én például soha nem ütöttem meg a gyereket, soha nem is fogom, tehát, hogy én egyáltalán viszek a testi fényítésben. Meg most már félsz, hogy visszajön. Hát meg most olyan lesz, akit, hogy megpördül a fejem, érte. Az, hogy kirepülsz az őrsre. Igen, oda jön, mi van? Igen, már és lefejel. Hát, és utána még egy balhorgot rá. Mert most már lecsúsztál erről. Hát igen, most már ez a vonat el is ment. És amúgy se hiszek abban, hogy meg kell egyezteni a gyereket. Szerintem egy dílt kell kötni a gyerekkel. Nem abban a pillanatban kell megbüntetni, amikor csinál valami rosszat, hanem elmagyarázni neki, hogy ha legközelebb is megtörtént ugyanez a dolog, mondom, nálunk ez így nagyjából működött, akkor valamitől elbúcsúzhat egy időre. Kedvenc játéktól, mit tudom én mostanában már, számítógéptől, televíziótól, cross motor. Igen. A fattól. Igen, a kedvenc lovától. Igen. Nem szállhat föl a helikopter kifutóról. És térdre csúszva kell jönni a határodig a béketértől. Nem. Tehát, hogy valamit elveszek tőle, akkor előre megmondom neki, hogy tudja, hogy az a dolog, amit csinál, milyen következményekkel fog majd járni később. De abban a pillanatban azért, amit csinál, nem büntetem meg. Mert nem áll össze különben a fejében a történet. Tehát ez olyan, mint egy, mondjuk elég meredek a hasonlat, de például, ha például egy cica odakak ki a szőnyegre, akkor abban a pillanatban meg kell büntetni, hogy tudja, hogy miért csinálta. De nem kakil a virág a szőnyegre. Mit gondolsz? Persze, hogy nem. Hát nem azért a hasonlat, mert burkoltan ezt a 9 éves kor óta szóba tiszta. Persze, hogy nem kakil oda. 11 éves, hogy nem kakil a szőnyegre. Érted, ott gázolunk, ahogy hívják a fahányba. Na, úgyhogy hogy a lényeg az, hogy ami az állat nem működik, az a gyereknél nem működik, de hülye vagyok, hogy ezt behoztam, na majd kapom az SMS-eket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem akkor kell büntetni, amikor rosszat csinálta, hanem fel kell villantani neki majd a későbbi büntetésnek a lehetőségét, akkor ha még egyszer elköveti azt a dolgot. De egy lánygyerek azért egy kicsit mindig könnyebb. Én azt látom a lányokon, van nagyon sok barátom, akinek lánya van, ül a homokozó szélén, babázik negyed órát, ül az anyja ölébe, és egy barbit fésül 6 órát. Nyilván lányokból is van rossz csod, de hogy én a Benny mindig azt látom, hogy épp valami pókot üldöz, létrára mászik, fönt van a tetőn, tolja a bringáját valahova, miközben a kislányok azért sokszor nekem sokkal nyugodtabbnak, vagy kiegyensúlyozottabbnak. Babarcigyilkosok. Tehát, hogy úgy néz ki kívülről, mert iszonyatosan cuki, hihetetlen aranyos, nem is tudsz rá sokszor haragudni, én is így egyszerre bele voltam habarodva, most is egyébként imádom a kislányomat, teljesen nem meglepő módon. De ott áll a kis szoknyácskájába, a kis ruciá, a kis rózsaszín, kis világos, kis szandák, egy kétoldalt kis szőke, cof, angyali mosoly az arcán, és nem tudod, hogy megöled, vagy megöld. Tehát mert annyira fel tud idegesíteni, de a következő pillanatban meg már elolvadsz tőle, hogyha rád néz. Mert tudja egyébként, hogy nézzen rád ahhoz, hogy megbocsásson neki, hogy minden bűnét elfelejtsd abban a pillanatban. Nálam most az megy a Benin, hogyha rossz, akkor áttesszük másik csoportba, mert van egy kis barátja, illetve hárman bandáznak. Hárman vannak, meg egy kislány, négyen, meg két fiú, heten, meg hát... Jaj. Hogy áttesszük másik csoportba rossz. Most ez úgy néz ki, hogy 6. Szerintem egy hétig fog tartani, de most nagyon elkaptuk. Most megfogtuk. Erre az egy hétre. De 4 hét múlva már valószínűleg... Már nem tudok mit mondani. Ha azt ígérjétek benne, hogy állami gondozásba adjatok, már sem fog segíteni. Rög rajta. Kézed el, hogy olyanokat kell megélni már most, de közben kicsit büszke vagyok rá, tudod? Tehát ez mindig jön a Viki kétségbe és a tarcom, hogy mi történt, tudod, én is egy pillanatra megijedek, de aztán megcsinálok, yes! Tudod, egy ilyen apuka vagyok. Csak azt mögötte kell, hogy ne lássa, hogy büszke vagy rá. Kizavarták néptáncról, mert annyira... Hát büszke vagy, nem fér értek. Ja, a gyerek előtt nem, a gyereket mindig hallom, kizavartak néptáncról, Benni. Kizavarták néptáncról. Hát az Oviba van néptánc szerdánként. Annyira rossz volt egy másik kis barátjával, hogy kizavarták.
De mi dobált a csizmáját, vagy összekocsoltak az árvalány hajat mások piszkálták, piszkálták a lányokat, tudod, dumáltak, be nem állt a szájuk. Nagyon rossz csont, de tényleg. De közben meg kicsit örülök ennek. Tehát én magamat látom benne, én ugyanilyen voltam. Anyámat még a gimnáziumba is behívatták. Kis a gimnáziumban, ahol már azért éppen azon gondolkozom, hogy most melyik egyetemre, hol menjél tovább tanulni. Anyám meg így ült az igazgatóiba, érted? Harmadikos gimnazista koromban már nem hívatták be, hogy már gimnazista vagy. Igen. Hogy szalad az idő. És ott látta a jegyeimet is, hogy úristen. Szóval gimnáziumba is behívattak. És, igen, mert ez a vagányság, zsíványság egy picit azért életre valóság is. Csigákat tett a zsebébe, összegyűjtött kint egy csomó csigát. Anyukád, miért? Te fura. Csiga feticsista volt. Benni csigákat tett a zsebébe, szétszórta a néptáncon. És azon röhögött, hogy ott mindenki rálép meg rátakos. Hagyja húvist. Hát nem jó? Hát egyfelől igen, másfelől. Sőt, amikor János is mondtam, hogy ez szörnyű. Tudod, és add elő a saját gyerekednek, hogy Benni, ha még egyszer meghalsz, hogy csigákat szólsz, szóval, tudod, adj egy ötös. Igen, az, hogy hitelesnek kell lenni. Igen, muszáj hitelesnek lenni, mondom, hogy átteszünk másik csoportba, és ott nem lesznek a kis barátaid. Azért is veszélyes egyébként az a dolog, mert a srác számára, a gyereked számára te példakép vagy. Hogyha látja, hogy egyszer is ez imponál neked, ez a fajta vagányság, zsiványság. Nagyon nehéz. Igen. Nagyon nehéz, mert hogyha látja rajtad, hogy imponál, akkor legközelebb ez lesz a kis fejébe, azt fogja mondani, hogy apa még örülni is fog neki. Igen, de imponál, ő mindig hernyókat tesz a zsebébe, és azzal megy aludni. És ő azt mondta bent az óvónéninek, hogy azért tesz hernyót a zsebébe, mert ő pillangót nevel. Mennyire mondjuk ez cuki, egy aranyos. Mennyire cuki, nem? Kipakolta a zsebét, és 4 giriszta, 6 bögöly, 8 darás, 2 skorpió, és egy fekete özvegy, és 3 mamba, 2 amazonas anakonda, egy kimászott a gyerek zsebéből, és az óvónők feladták, tehát mondták, hogy ezzel nem nagyon tudnak csinálni, eddig ürítették a zsebeit. De jó, tudod, és nem tudom leszúrni ezért, vagy nem tudom neki megmondani, hogy ne csinálja. A néptánc kizavarásnál mondtam, hogy ennyi-bennyi. Jó szigorú vagyok, nem? Jó, megmondtam neki, nem? Ennyi-bennyi. Igen, lehet, hogy az élőlények helyett mondjuk át kellene állod az ásványokra. Mert mégis, hogyha mit tudom én, egy-két kavicsal bemegy a zsebébe, az nem gyűjtő. Olyan nagy baj. De gondolom már, hogy ha kimegy a kert, az sírva menekül a flóres faula összes eleme. A giriszták felsírnak. Így van, a pajolok kimásznak a földbe, és elfutnak. Jó, hát nyilván a girisztánál élő példát kellett mutattam, hogy a ketté vágod, akkor ugyanúgy megy két irányba. Hát ez tényleg megmutattam neki. Én ezzel ráértél volna még egy picit később. De nagyon érdekel a természet. Tehát megy, megsimogatja a dongót, hozzányúl a mit tudom, simogatja, lát egy kis halott bogarat, arrébb teszi, szereti a kis mit tudom, állatkákat, tehát imádja ezeket. És akkor megyünk a kertbe, és akkor magyarázok. És keres egy élőt, hogy az a halottnak legyen egy társa is. Már egyébként ez a bőrizom tömlőnél kell ketté vágni. Hát nem néztem, hogy hol van a bőrizom tömlő. Látod, ez az. De úgy szalad, mint a nyúl. Mint a parancsolat, mi? Nézd, hogy szalad ebben, nézd, hogy szalad. Vonaglott. Nem tudom, hogy a fájdalomtól, vagy ami. Most ment, vagy vonaglott, nem tudom biztosan. Ezzel még egy picit rájegysz, meg később tanulják majd biológiából, élővilágból. De nem, most várjak 12 éves koráig, dehogy is. Most a mai hétvégi lecke az a gyújts meg nagyítóval egy legyet. Ja, persze, igen. És utána pedig, ahogy hívják, utána egy kis asztrofizika, és hétvégén nekiállunk a gráfelméletnek. És most nézzük, a műlából is lehet teljes életet élni. Gyakorlatilag, Szolikár, gyere már ide egy pillanat! Na látod. Nem, én hiszek ezekben a tudod, ez a fogd meg, simogasd meg, tapasztald meg, tanuld meg. Tehát, hogy ezt most egy könyvből elmeséled neki, igen, de ott vagy, akkor látja, hogy két felé megy a giriszta, és akkor ő tudja, hogy a giriszta egy minden túlélő állat. Na mindegy. Szóval a legnagyobb fegyelmezési módszer, ha a kincseit elveszed a zsebéből. Igen. Az arra ő nagyon és ott is szerintem nagyon fontos, hogy a fokozatosságra kell odafigyelni, hogy ne egyszerre vedd el tőle az összes girisztáját, hernyóját, bábját. Tehát, hogy csak mindig van nála kettő. Csak hogy mit tudom én, hogy először csak egyet, kettőt, hármat, tehát hogy azt lássa, hogy nem szakad rá rögtön az ég, hanem hogy tényleg a különböző rosszaságoknak megfelelően. Igen, csak tudod, mit csinál? Azt mondom neki, hogy Benni, gyere ide. Tudod, látom, hogy valami rosszalkodik a kertben. Benni, gyere ide. Pakold ki a zsebeidet. Jó, mindjárt kipakolom. Elmegy vissza a kertbe, bemegy a kocsi mögé, átrakja az alsó gatyájába. Hát az a rafkos. Óriási kis játékon. Imádom. Látom rá, és látom a szemes sájon, pakold ki a zsebeidet. Apuci, tök üres a zsebem. Apuci, nincsen semmi zsebem, mert és nagyon röhög. És kipakol, és tényleg semmi nincs. Mondom, nadrág, alsó gatya. Elszalad meg, visszarakja a zsebébe. Visszajön, letolja a nadrágját, hogy nincs semmi, óriát. Tudod, és amikor úgy kell csinálni, hogy te nem érted, hogy hol van, de nyilván átlátsz rajta, és ő imádja, hogy azt hiszi, hogy meg tud téveszteni. Én meg hagyom magam. Tehát ahelyett, hogy leszúrnám, nyilván hagyom magam megtéveszteni. És látom rajta, hogy imádja, hogy átvágta az apját, tudod.
Meg állok ott is, mondom. Az baj, hogy neki így, ez egy játék, tehát valójában te nem fegyelmezed, te nem bünteted, ez egy jutalom a gyereknek, hogy szórakozhat veled. Igen. Óriási, hihetetlen szigorú szülők vagyunk. Na nézzük egy-két SMS. Keresztfiamnak mondtam egy település nevet, és hogy ott van egy jó gyerekbolt, ahol ki lehet cserélni a rosszat jóra, és hogy az előző gyereket cseréltük be őrá. Kb. 3 napig hatott, írja egy hallgató. Ez szellemes. Szüleim, mikor kicsik voltunk, azt mondták, hogy a mokár fent lakik a padláson, és ha rosszak leszünk, lehívják. A mai napig nem tudom, ki vagy mi az a mokár. A mokár? A mokár fent lakik a padláson. Ha a rossz vagy, lehívjuk. Ennél jobban nem lehet a gyereket megijeszteni. Igen, Molnár Károly kéményseprő. Igen. Engem anyu a mumussal riogatott, ha rossz voltam, kiállt az ajtóba, elváltoztatta a hangját, és úgy tett, mintha lebeszélte volna vele, hogy odaad neki. Félelmetesen jól csinálta. Györgyi. Neki saját anyát kiáll az ajtóba, és eljátsz, hogy a mumussal beszélget. Az magány. Odaadom a kislányomat. Nem, most elviszem. Ne, majd csak legközelebb, hogyha majd megint rossz lesz, jó? Akkor vidd el itt. Jó, de akkor értem a kis kettéképem. Jó, de csak akkor, de tényleg, oké? Na, csá, megyek vissza. És te is nagyon bejössz nekem. Én, most elkaplak. Ne, csókolj. Jaj, de jó vagy. De én a mumus vagyok, mindent elveszek, amit akarok. Mikor jó az a férjed? Mikor jó az a férjed? Mégiscsak adjál, ez az. Jaj, itt a gyereket a szobában, itt a gyereket. Mi történik itt? Akarod gyűjteni, ez az én dolgom, én a búzs vagyok. Nem, én is beszállok. Ne, Józsi, te már tényleg ne, de inkább te is. Ketten. Jaj, jön fel a lift, őket is várjuk meg. Legó kontra porcívó mindig bejön, ha nem rakja el Ági. Ági, de jó, ez nálunk is hatott ez, ideig. Igen, amíg egy fél ilyen benzinkút el nem dugult a porcívót, mert felszívta meg a benzinkútján. Csak után mondtam, csak az is módjával. Tehát amikor felszipatott az egész halálcsillagot, érted, egy rakás X-szárnyúval, Y-szárnyúval és minden mással együtt. Ha lesz gyerekem, még nincs, de ha lesz gyerekem, veszek neki egy ikerbabakocsit, és megmondom neki, hogy a tesója azért nincs itt, mert rossz volt. Tényleg. De mennyire leleményes? Szülői lelemény. Ikerbabakocsi. Tesód azért nincs itt, mert rossz volt. És te is utána mehetsz. Na, jössz ebédelni? Ugye? És a gyerek odaül az asztalhoz, és végezi az ebédet. Apa, miért van mindenből kettő? Azért, mert volt egyszer egy testvére. De rossz volt. Egyszer szóltam, neki nem hatott. A második alkalommal. Tudod, mit történt? Tudod, mi? Úristen. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mi van? Háborogni akarsz? Igen. Képzeljétek el, hogy tennap 3:30 arra mentünk haza, hogy az egyik két csatorna, ami csak este 11 után szolgáltat. Várjál, én le vagyok kicsit tapadva, mint egy... Igen, tehát, hogy mi van? Hazamentél 4:00? 3:30, igen? Hát pornyót nyomtak. Pornyó? Pornyó? Hát a pornyó volt, hát az kutya fej. Ezt kimondta neked a nagymamát. Hát pornyót nyomtak. Éveszem, hát egy más semmi se a régi. Hazamentünk a srácokkal, megkérték, hogy keressem meg a spongyabobot, és nem a listából kerestem ki, csak mentem fölfelé, ahol bekapcsoltam. A srácok hála Istennek kimentek csokért kuncsorogni, amikor egyszer csak arra kapcsoltam oda az egyik csatornán, hogy egy nő, két férfit nagyon ember számba vesz. Basszus, a kutya fáját. Hát én rohadt életben. Mi a szolgáltatód? Kódolatlan napok vagyok, és nem tudok róla. És nem vagy otthon. Azt hittem, hogy ez olyan, mint állítólag egyszer a Super Bowl-on volt ilyen, hogy óriási botrány is volt belőle, hogy, hogy bekapcsolva hagytak valami csatornát. Igen. És hívtam is rögtön a szolgáltatót, hogy nem tudom, hogy tudnak-e róla, de az egy két csatornán most éppen itt nagyon nagy lögdösödés megy. Mi helyett volt? Mert ugye itt az is érdekes, hogy nem tudjuk, hogy mi helyett volt. Ott, ja, a Travelem, vagy valami, ami 11 óra után vált. Van két csatorna, valami Szuper, vagy Maxi, vagy nem tudom micsoda, ami csak 11 után kapcsol ja, be. Ja, értem. Aha, tehát két nap közben igen, semmit, igen, nem sugárzó, és 11 után. És a hölgy egy kicsit zavarba jött, és azt mondta, hogy hát 24 órássá tettük a csatorna szolgáltatást. Kedves Júlia, önök nagyon jó előfizetők, két nap ajándék. És hát én meg szintén zavarba voltam, mert nem szoktam megnézni a számlalevelet, de én azt hiszem, hogy nem láttam ilyet, hogy nagy piros betűkkel kiírták volna, hogy kedves szülők, délután 4:00 ne adják a gyerek kezébe a távirányítót, vagy állítsák be a 18-as kódot. Belegondolva egy pillanat, ez tényleg durva, tehát hogy te úgy kapsz két nap ajándék pornót. De nem két napot, ez... Tehát 24 órás lett a csomag. Ja, hogy 24 órás lett a csomag, tehát nem is extra nyílt nap volt. Kezdve, hogyha én oda kapcsolok napközben, és nincsen 18-as karika, nincsen kódolva a tévé, gyerek zár rajta, akkor a gyerek azt látja, hogy te durva. A magát a valóságot. Hogy tihom legyen, Isten. Magát a valóságát? Tehát az egy nő 8 pasi az maga... alatt a férjed, hogy bukake az maga a valóság? Hát, jó az életed fel. Húzki magad kicsit. Hát a Miróval, és itt nem hittük el. És amikor a gyerek kapcsolgatott, hogy a gyerek még véletlenül se látson valamit, és utána aztán kiküldt. De várjál, hogy nem kéne szólni a szolgáltatónak, hogy té szülő, vagy té megrendelő. Jaj, ne legyetek már ilyenek. Hát most gyerekek, most azért ennek én se örülnék,
Benninek még nyilván könnyebben lehet megmagyarázni. Figyelj, már mit mondasz a gyereknek, amikor ott van egy nő és ketten is. Ketten? Mit? Ketten? De hogy volt? Ketten. Egy nő, két ponyó. Egy nő, két ponyó. Ketten nagyon szeretik. Mit mondasz a gyereknek? Mert olyan már nézd, volt. Nézd a mama, milyen odaadó. Olyan már volt, hogy két nő megcsokolta egymást egy filmben, és akkor utána ezt hosszasan kellett magyarázni. Hány évesek a gyerekek? Hát 6 és 5. Hát akkor... Figyelj, a 6 már 11. Gyerekek, az 5 még talán nem, de a 6 már azért tesz föl kérdéseket. Tehát a 6 éves az már ott a valami... A 5 éves is föltesz. Ne dugjátok a fejeteket a homokba. Juli, mutasd meg neki a valóságot. Na de várjál, de kérdezem, hogy biztos ez a jó útja, hogy hazamész délután 4 komesét keresel a gyereknek, és pornót találsz, és erről senki nem szól. Tehát az nem az elég feltétlenül, én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy ott volt valami másérgű tematikus csatorna, nyilván valami a lögdösödös, mondjuk egy snooker, és ahelyett lett ez, de abban viszont szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy valamilyen formában jelezték ezt. Mert legalábbis mi mindig úgy szoktuk, vagy mi nálunk, hogyha ilyesmi történik, akkor mindig kapunk előtte egy levelet a szolgáltatótól, hogy ezeket meg ezeket a csatornákat le fogják ettől és ettől az időponttól cserélni, és ez is ez lesz helyette, vagy van ugye egy ilyen információs csatorna a hálózaton belül, amire, hogyha rákattintasz, akkor ott van. Na jó, de ezt nem volt, te olvasod, te neked az, tehát minden hazamész elolvasod. A képújsággal kelek és fekszek. Jó, Júli, ne ostorozz magad, csak a Jani olvassa el minden nap az infocsatornát. Ki biztos szólta. És akkor várjál, ez és most ott 0-24-ben két csatornán keresztül? Igen. Hát akkor azért már így már legyen egy szolgáltató. Azért hazamegyek én is megnézem. De annyira helyes, hogy egy gyerek hogyan reagál erre, egy ismerősünk anyukája mesélte, hogy nagyobbik testvér okos telefonra letöltött valamilyen pornót, amit megmutatott a kis testvérének. Ez már ilyen, nem tudom, hát általános iskolás első osztályos. De bement papa előzményeibe, vagy a gyerek már ennyire fejlett volt, hogy egyedül letöltötte az XNXX.com-ot? Ismerős volt a néni, ezért töltötte le, aztán a bácsit is megtalálta, és akkor rájött, hogy apu. Nagyon szereti egymást. Egy 9-10 éves azért már elég sok tartalom úgy hozzáfér az interneten. Hát ők már simán, persze. Letöltötte, megmutatta a kis testvérnek, aki volt 6 éves, aki apja elé állt, és azt mondta, hogy apa, ha így kell gyereket csinálni, én soha nem fogok. Annak a néninek úgy fájt, hogy hangosan kiabált. Szeretetlenül. Mit láthatott a gyerek? És magyarázkodott. De hát, azt tudom, hogy tehát, hogy... Mondjuk tudja, éppen a néninek a reaktorba morzsáztak, abból nem lesz gyerek, tehát azt még meg lehet magyarázni, nem? Tehát, hogy az én két gyerekemek, pont ettől nem kell félni. Magyaráztam volna el ott, abban a szituban, hogy ott éppen akkor mi történik, ez egy iszonyatosan kínos beszélgetés lett volna, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon, nagyon, nem az, hogy nekem kínos, hanem ez valami olyan, amit a gyereknek akkor még nem szabad látni. Hát nyilván nem ebben van igazság. Igazság. Ebben de, van igazság. De volt ilyen, hogy na gyerekek! Menjetek a konyhába! Társasodni! Menjetek! Anyátok, apátok, a dolga van! És annyira megörültetek neki, hogy eltűntetek fél órára, vagy mi volt? Mert azért az nem rossz gyerekek. 0-24-ben valahogy ezt le kell kódolni, mert nálunk is a Benni azért, ő az úr, tehát nála van a távirányító. De hogy azért én is örülnék, ha belefutna. Én nem vagyok prűd, meg nem vagyok ez, hogy jaj, mi lesz, ha a gyerek meglátja. De azért ott mama ott éppen elkapja papát, azért az nem egy természetes dolog, nem? És még 8 papa sorba áll, hogy ők is nagyon szeretik a mamát, hát azért az nem biztos, hogy azért az annyira természetes. Hát igen, ugyanakkor viszont azért bele-bele futnak ők az interneten ilyesmikbe, nem mondom, hát hogy... Az én gyerekem még nem tudom. Na jó, csak az interneten ugye egy szabadon választott dolog, ha te korlátozod a tartalmat, tehát azért te felelsz, nyilván nem a szolgáltató, te mindenféle szűrőprogramokkal azt lehet ott korlátozni, persze. De hát azért itt mondjuk, ha a szolgáltatónak szólnia kell. De itt is van egyébként, tehát hogy most ez egy egyszerű alkalom, belefutottatok, de hogyha van egy olyan kis set-top boxotok, akkor azon be lehet állítani azt, hogy mik azok a csatornák, amiket most már kislakatot rá kell tenni, így és van. Akkor meg kell mutatni a gyereknek, hogy tudja most olna. Már mindent, tehát be kell ütnünk ugye a kódot, úgyhogy ezután, ha a gyerekek nincsen otthon, akkor majd kikódoljuk. Van ilyen, hogy lakatot teszel a csatornára? Igen. Komolyan? Igen, nekem ilyen, nekem az a szolgáltatom van, ahol van ez a doboz, és akkor én arra felveszek különböző tartalmakat. De ott is tudok, ott is tudok tenni gyerek zárat. Igen. Amikor oda kapcsol a gyerek, akkor egy ilyen kis lakatocska van, kéri a kódot, ha az beütöd. Nem, a Viki miatt kérdeztem, nem a gyerekként. Remélek, a gyerek mit néz. A Vikit egy-két ilyen Fashion TV-ét meg ezeket akarom lekódolni. Sőt, annyira tudod szűrni, hogy azt hiszem van 18-as, 16-os és 14 éves kor fölött már nem engedi. Tehát, hogyha kint van a kis karika, akkor egy idő után más nem tudsz nézni. Tehát, ha például 14-es tálítasz be, akkor egy idő után mindenhol csak nagy feketeséget látsz. Megőrülök. Ilyenek ügyes. Vannak. Ha holtak ezek? Nagyon durva. Hallod, mióta elmentem, itt vannak itt. És a gyerekek első reakciói mi volt amúgy? Nem látták, hála Istennek. Hogy vetted észre, hogy te gyorsan átnyálasztani? Igen, hát kapcsolgattam, kerestem, most mondja Bobot. Igen.
Így van. És mentem fölfel, és egyszer csak ott ragadtam, hogy mi van. Istenem, azért remélem, hogy ez a beszélgetés nem azt kezdeményező, hogy holnap a szolgáltató leáll ezzel a szolgáltatással. Kérlek, mert kérlek. Én mindig este 11-et egyrészt nem tudom megvárni, kettő rohadt késő van. De azt is délután... rakják a kódolatlan napon. De azért délután most hazamegyek. Mondom, hogy már azokra, korán kell feküdni. 11 óra után én már nem tudom pornót nézni, most hazamegyek, azért csak rá firtatok. Mert két ilyen csatorna van, az egyikben mindent pacekba mutatnak, a másikon pedig minden megtörténik, de nem mutatják. Mindent pacekba küldenek. Azért elég jó ismeret. Ezt a két csatornát. Igen, Júli, ahhoz képest. Nem 11 után tévét nézni, na előfordul. És mondtam, hogy hát én azt láttam, ahol pacekban mutatnak, a másikon meg csak szólt a zene, de ott is kint volt ez 18-as karika, és mondta a hölgy, hogy hát azon is fut most a műsor, lehet, hogy most éppen szünet van, úgyhogy oda, arra is. De milyen pornócsatornai szünetben már zenét adnak, hogy földolgozza, látottakat, hogy ez annyira durva dolgokat nyomnak, hogy néha egy nő megjelenik hárfával és zenél egy kicsit, hogy tud értelmezni, mit láttál? Egy időben azt hiszem, hogy a Budapest TV vagy valami hasonló ilyen csatorna volt, ahol 11-kor beült a technikus, és átnyomta a gombot. És volt olyan, hogy nem tudom, egy József Attila kései siratok közben a versszak közepén elindult. Hát régen a Travel Channel is ilyen volt. Ugye a Travel Channel volt, és utána 11, lehet ez még most is így van, 11 óra után, ugye éppen valahol, nem tudom, Sri Lanka környékén kóboroltál, érted, nagyon nézted a Buddha szobrokat, és bejött egy akkora vanga. És ugye ott nem az volt, hogy kell váltunk, stb. Az régen volt, még a Private Goldnál, hogy megjelent. Elvették, berakta a másikat, és szinte ott volt az arcodban azon másik. Egy pár másodpercig tudod, ott még ültél, aztán vagy maradtál, vagy elmentél aludni. Hát kinek az ízlése. Jók ezek a váltások, de valamikor kompatibilis. Tehát amikor érted a Arany János családi kör, és utána ebben a szellemiségben folytatódik. Na szóval lehetett volna halálkínos, és hála jó Istennek, hogy nem voltak ott a srácok. Igen, hát ezt viszonylag nehéz megmagyarázni. Így van, nehéz lett volna megmagyarázni a férjed arcát. De azt a csillogást, azt az érdeklődést. Na jó. Mit mondasz ilyenkor? Tehát ilyenkor azt mondod, hogy anyu és apu is ugyanezt csinálja? A szomszéd bácsival? Na, hát ugye nyilván egy csomó helyen nyit rá a gyerek, meg lát csak meg anyu olyan dolgot, meg anyu ásit. Apu pedig megnézi, hogy van-e lyukas foga. Anyu megszondázza apu. De nem, tényleg, szóval, hogy mit mondasz? Mert ugye például ilyenkor ugye az segíthet, hogy nem tudom, például a gyerek benyitva. Hát azért nagyon sok szülő jár úgy, hogy ugye rád nyit a gyerek ott összebújtóképpen valamiben, és állítólag ez egy trauma a gyereknek. Tehát, hogy ő akkor abban a pillanatban ezt a vekerdi is mondja, hogy az nem biztos, hogy egészséges, és ő máshogy éli meg. Tehát sokszor úgy élheti meg a gyerek, hogy például a szülők bántják egymást, hogy veszekednek, és azért vannak ilyen fura póza, mert annyira összevesztek. Hogy tényleg, tehát a gyerek 5 évesen, 6 évesen máshogy értelmezi a látottakat, mint ahogy mondjuk egy 15 éves kamasz, aki már azért nyilván tudja, hogy papa és a mama azért szereti néha egymást. Szerintem ilyen finoman a későbbi felvilágosításnak meg kell ágyazni. Tehát, hogy tényleg ez a apu és anyu szeretik egymást. Tehát te azt, hogy és anyu miért nyűgött? A lumbágó kincse. Az. Tudod. Tehát, hogy nem kell nyilván kamúzni. Persze. Szépen finoman rá kell vezetni, mert utána egyébként, utána sokkal nehezebb lesz. Mindig egy pici kis apró kis információ morzsát, nyilván a korának megfelelően, de nem kell szerintem mellé beszélni. Meg nem kell terelni, meg nem kell hülyeségeket mondani a gyereknek, mert csak összezavarod vele. Aztán később ez szépen fel fog épülni. Most mondhatom, a lányom iskolában van, de hogy mi például azt csináljuk, hogy ilyen, amikor mondjuk egy-egy kedvenc sorozatban felmerül egy-egy olyan poén, ami mondjuk egy kicsit ilyen vágánsabb, vagy ilyen áthallásosabb, vagy erre a témára klappol, akkor mi megmagyarázzuk már szemrebenés nélkül, hogy miről van szó. Tehát amikor szóba kerül. Igen, de 11 éves, 12 évesen szerintem azért igen, fontos is egyébként, hogy ne beszéljünk mellé, mert utána nekünk lesz majd kellemes. Tehát, hogy nálunk nem volt ez a ülj ide a térdemre, akkor a porzó meg a bibe, ugye? Én arra is kíváncsi lennék egyébként, nem kellett. Hogy amikor például egy nyugdíjas idős néni. Aha, de én is. Hallod, azért értem. Hallod, egyre szélesebb a merítés. Jó, hogy szóba is volt. A két granny meg egy feka, hát azt tudod, arra nagyon beindulok, mindig a granny kategóriát imádom. És akkor becsöngetett ez a tűzoltó, hogy innen riasztottak-e, hát azt a tömlő. És a két granny olyan hálás volt. Nem erre gondolok, hanem amikor pedig egy nagymama, aki még egy 75 évesre megvan a kis csatornája, és nem olvassa el az előfizetői levelet.
vagy nem olvassa azt el, hogy most itt interneten írja a szolgáltató, hogy kedves Dédi, 024-be megyek. Kedves ez már a személyre szabott levél. Hát jó, én a szolgáltató lennék, én mindenkire személyre szabott. Én a kedves ez az igazi szolgáltató és ügyfélvisza. Kedves Dédi, egyrészt az önbaracnek várja isteniket, hogy egyezzük meg, hogy 024 órában adjuk a pornót. Drága tanti. De nem. És ülsz ott 74 évesen, kicsit azért a te világod még egy kicsit más volt, hát amikor te fiataltál, még ezt nem lehetett egy nyíltan felvállalni, meg tudod, hogy a csúnya gyerekek ott már, jaj, ezek a unokák, hát milyen rosszaságokat csinálnak, amikor egy 74 évesen egy kis hintaszékedbe, egy ilyen kis olvasó szemeg rajta, hogy kapcsolsz tenisz, kapcsolsz sport, delf, kapcsolsz természetfilm, bálna éppen fölkapja a cápát, mit tudom én, valami történik, kapcsolsz, és azt látod, hogy 8 nagyon nagy darab feka rettenetesen dolgozik egy nagyon hálás néni, hogy akkor az szemmel is egy követhetetlen ritmusban köpülne. Számodra teljesen értelmezhetetlen módon próbálják hát kikormolni a reaktor. Hogy az ott, azért, ott azért az is egy nagy, mert gyerek oké, azért az időseknél is egy nagy felismerés. Hát érdemes beszaladni akkor a szobába, amikor meghallod, hogy megszűnik a hintaszéknek annyi forgása. Apus, gyere csak be! És hallod, hogy az olvasó szemeg egy koppan a föl. Hogy azért az is mama, egy nagy mama, megint a földön van a műfog. Hogy azért, ugye? Hát ők azért nem ebben a világban éltek. Nem. Én még emlékszem arra, amikor mi fiatalok voltunk, se kaptuk ennyire készen kézhez az erotikát. Hát akkor egy ÖKM magazinért úgy kellett megdolgozni. Ötleteink voltak, de általános iskolás gimi elején, hát figyelj, ÖKM magazin az úgy járt körbe, hogy egyszerűen olyan volt, mint a Szent Grál. De tényleg, nem kellett elkérni. De tényleg, de egy Otto magazinba, érted? Egy Otto magazinba? Nyolcadikos korom egy Otto magazin, ahol fejjel neműket mutatta. Ja, abba, azt hittem. Ja, azt hittem, a nevedre célzol. Azt hittem, hogy a Bravo Otto. Hogy a te magazinod magazin. Nem is tudtunk. Az csak simán Otti magazin, az erotikusnak. Érted, hogy az ő korukban sem volt ennyire, hát dolgozni kellett azért, hogy ezt megkap, vagy lásd, érted? Hát azért azok is nagy pillanatok lehetnek, nem? Hát egyébként enyhén szólva, hát figyelj, most már is elmondható, hogy egy párszor azért még a Quell magazint is kasíroztam. Na, erre gondolok, hát ezek közös élmények. Érted? Minden, hogy ezek közös élmények. Na jó van. Jani, hát akkor ma be van aranyozva a délutánod. Te meg vagy, azt gondolom, hogy mondta a szolgáltató? Hát, holnap 8-ra jövök. Nem tudom, mert megkérdezem, nagy buli lesz. Megkérdezem, hogy kinél, vagy melyik szolgáltatónál van a Juli. De én meglepődnék rajta. Biztos, hogy szóltam. Figyelj, minden kódolatlan nap és hétvég előre be van írva a naptárba. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Jaj, gyerekek! Hát, én nem tudom, mi van velem, megint olyan beteg álmom volt. Nem mondd már. Várom. Elmondjam. Én tudom, hogy miről fogok álmodni. Az Abaházi Csabáról, aki spandex gatyában futott most éppen valahol kint keresztül környékén, és ez megírt az egyik hallgatón. Spandex gatyában, a Csabi. Azt de nem csodálom. De biztos durvába támogok. Én mindig durvákat álmodok. Nagyon durvát álmodtam. Illetve nem volt durva, rövid volt és meghökkentő. És azóta ezen gondolkozom, hogy vajon más embereknek is vannak ennyire beteg álmai. Mert hogy ti nem vagytok ebben társak velem, és nem szoktatok sem mesélni az álmaitokról, nem is álmodtok beteget, dögunalmasan lefekszetek, alszotok, felkeltek. Tehát, hogy ilyen... Az kicskorú az baj, hogy értékelnének, és elvinnének. Igen, hát egy-két álmodat el lehetne mondani, az igen. Arról szólt a dolog, hogy részt vettem egy kiadói találkozón, ahol átadták az én már elkészült könyvemet. De ez az új. Ez az új. Aha. Ez az új. Ami most elkezdtem dolgozni, még bőven nincs kész, csak foglalkoztat a dolog, és ezzel álmodtam. És összegyűlt a kiadó minden munkatársa, hogy megnézze az én első reakciómat, hogy mit szólok az első kinyomtatott könyvhöz. De jó. És ott állt, nem tudom miért, 100 ember. Conchita Wurst volt? Nem volt senki. 100 teljesen ismeretlen ember. Egy színpadon volt, asztalok voltak, vizes pohár, műanyag pohár, pálmafak, tök tisztán emlékszem minden, és a színpad előtt állt 100 ember, mint kiderült, ők a kiadó dolgozói. Aha. Uh-huh. És én még nem láttam, hogy milyen lett az új könyvnek a borítója. Behívtak engem, mint valami vendéget, igen? Fölmentem a színpadra, felkonferáltak,
ki konferált be? Mondjuk egy bohót. Egy Pulitzer emléki díjas. nem, nincs jelentősége, teljesen ismeretlen volt. Uh-huh. És 100 ember visszafolytott lélegzettel várt, hogy mit szólok hozzá, amikor kézbe veszem a könyvemet. Odaléptem, megfogtam, átvettem, és ránéztem. Aha. Nem, ránéztem. És a következő volt a borító. Na most már tényleg várom, eddig azért nem feszültem be, hogy mennyire durva. Nem, az a durva, hogy nem hogy durva. Hogy ez még így magában meg is történhetett volna eddig is. De 100 ember miért áll bent valahol egy teremben? Egy olyan ember adta át a könyvet, aki ilyen mézga család volt, ilyen mézga haja volt így oldalra fésű. Kopaszhaj. Megfogtam a könyvet, ránéztem, és emlékszem tisztán, hogy mindenki várta, hogy mondjam el, hogy milyen. És nem hiszitek el, ki volt a könyv borítóján. Berényi Miklós. Berényi Miklós feketében. Afroamerikai kiadásban. Berényi Miklós. Fehér, rövid, ilyen tüsi haja. Tüsi, ősz. Fekete haja. És így várták. Na! Színes bőrű volt. Igen. Te durva. Fekete Berényi Miklós. De hogy a kártelnek csak a fele volt rajta. Tehát Szőke Zoltán, mint színész, nézett rám, és olyan volt, mint Eddie Murphynek a haja, amikor az Amerikában jött című filmet forgatták, kicsi, és a végére ugye megőszülő, ott sok szerepet játszik, vagy amikor milyen nagy kövér, tudod, és ő játsz a zsert nagyapján. És olyan volt a Ferinek a hajszíne, mint a Ferinek az őszebb haja. Rövid. És álltam, így néztem, és ő nézett így vissza a könyvről. És várták, hogy na, mit mondok, hogy tetszik, hogy ez lett a borító. Fölébredtem, és arra gondoltam, hogy most viszont visszaaludnék. Nem, mert most megnézném, hogy milyen folytatás. Most viszont rácsörgök a kiadóra, hogy milyen képet küldtem át. És arra még emlékszem, hogy 100 ember várta, hogy én mit szólok ahhoz, hogy sikerült. Átadták, és tudod, hogy néztek. Elvettem, most jöttem, megnéztem, és ott megtörtént a pillantás, és utána fölébredtem. Én biztos vagyok benne, hogy nem csináltál volna botrányt. Miért álmodok ilyeneket? Hanem nagyon profi módra kezelted volna az egészet, és azt mondtad volna, hogy és ennek a kérdésnek a válaszát is megtudhatják a könyvből. Igen, hogy ez itt mi? Szóval, hogy és nem ettem sokat. Nem csináltam semmit. Nem néztem béke. Semmit. Uh-huh. Fekete Pákóval beszéltetek? Semmi köze nem. Hogy jön ez ki az én nagy tekervényem? Miért álmodok ilyen betegeket állandóan? Azt tudjuk. Miért nem tudok csak lefeküdni és egyszerűen fölkelni reggel? Miért kell nekem ilyen beteg dolgokat álmodnom? Fogalma sincs egyébként, hogy ezeknek például mi hogy, lehet hogy ez honnan jön elő az agyadban? Alapjuk, hogy állnak össze a dolgok. Én például, hogy szexelhetek egy hímoroszlánnal? Mert hogy nekem például volt hát, egy ebből ilyen, a szexet de megértem. De várjál. Mert hogy a dolognak az a, hogy is mondjam csak, az a bizarabb része, hogy ha ennél lehet bizarabb, nem, hogy a farkával, aminek a végén nem volt bojt. Csak a farkán volt egy luk. Gyakorlatilag egy cső volt. Hát a farka, ezt azért Freud meg tudná magyarázni. És megálltam. De hát, hogy értitek, hogy miért történik mindez velem? Na de, miért ébredek én zavarnak? Miért nézek körbe a sötétben? miért szólogatom a családot, hogy hát, ha esetleg egy ébren vannak, és hallották, hogy mondjuk félállomban kommentálom ezt az egészet. Leo, jaj, te ász vagy Istenem, a zebra hozzád képest a múlkor. Értitek? Tehát, hogy ezek miért történnek nem ezek tudom. A dolgok? Én nem tudom, engem már fárasztanak a saját álmaim. Uh-huh. De ennek van egy eredete, cseréljünk mert ha napközben sokat gondolsz valamire, akkor ugye azt beleálmodod. Tehát, hogy te sokat gondolsz a szexre napközben, azért azt tudjuk. Akkor ugye, és sokat hallom nyilatkozni a hangát. Igen, aha. És akkor a kettőt összeteszed. Szereted az állatokat. Cseréljünk álmokat. Nem lehet, hogy egyszer megbeszéljük? Akarod miért egyszer csinálni egy oroszlánnal? Nem, én csak én még nem voltam egyébként sajtótájékoztatón egy könnyű megjelenés kapcsán, én elmennék. De úgyis, hogy a berény van a címlapon? Fekete kiadásban? Hm? Azért van egyébként, mert ugye a könyv gondolata már foglalkoztat téged, de nem vagy benne biztos, hogy a második könyved is olyan sikeres lesz, mint az első. És ezért Berényi Miklós. És azt gondolod, hogy egy sikeres vállalkozóval el lehet adni a könyvet. Igen. És tényleg nem szívok lefekvés előtt. Semmi. De délután? Délután igen, sodrok egyet, de semmi. Semmit nem csinálok. Nincsenek tudatmódosítószerek. Megvan az érzés, hogy már úgy fekszel, hogy kicsit félsz attól, hogy mit fogsz álmodni? Tehát amikor eszedbe jut elalvás előtt, hogy na vajon ma mi lesz? Na vajon ma mi történik? És a következő pillanatban már benne vagy a nagyon szürreális, nagyon elvont, de hihetetlenül ilyen részletgazdag álmodban. Én egy picit félek tőle most, hogy megint a szavannán ébred. Messzelenül. És az elefánt lesz. Figyelj, nem, én még egyszer nem akarok találkozni a kis Szimbával. De azt legalább meg lehet magyarázni. De hogy?
Hát most az oroszlán az egy képzett társítás. Hát az egy biztos, egy nagy sörény nő, vagy egy nagy darab nagy nő, vagy, vagy egy vörös hajú nő, vagy legalább lány oroszlán. Igen, mondjuk az oroszlán az elég érdekes. Így van, tacsörényi nő, jó, oké, Lita Ford, annak idején a 80-as, vagy Bíróica, a Metal Lady, tehát, hogy így nincs olyan, értem. Nincs olyan kutatás, hogy valami aminósav hiányzik a szervezetedből, vagy bármi, és akkor azért álmod. Ja, tényleg. Hogy van az, hogy valaki, mindenki álmodik állítólag, tehát van, aki emlékszik rá, és szörnyen beteg dolgokat álmodik, van, aki egyáltalán nem emlékszik, pedig állítólag ő is álmodik. Aha. Én soha egyszer az életemben nem keltem találót, soha életemben. Hogy emlékeztél? Egy volt, de az valami 20 éves koromban, az a repülős álom, ami szerintem mindenkinek megvan, ugye a széttárt kéz, és akkor mész a levegőbe, talán az volt az utolsó, ez 24 éve. Ne mondd már! Soha nem emlékszem. Én mindig úgy ébredek, hogy én emlékszem minden egyes mozzanatára. Hát jó, mondjuk egy ilyen oroszlány húzásra, azt én itt is emlékeznék. De most komolyan, én mindenre emlékszem. És te tudod az álmodban, hogy álmodsz? Van, amikor igen. Akkor, amikor ilyen szörnyű rémálmaim vannak, akkor mindig tudom. És akkor fel is tudom ébreszteni magam. Tehát, hogy akkor valahogy az agyam is úgy működik, hogy felébredek az éjszaka közepén. Én minden álmomban tudom, hogy az álmomban vagyok. Tehát tudom, hogy álmodom. Aha. És amikor közelebb húzod a soroszlán magad. Ja, igen. Tehát tudok róla, hogy álomban vagyok. Itt olyat is megtudtam régen, hogy fölébredtem, ami nagyon jó volt, és visszaaludtam, és tudtam folytatni. Tehát én tudok róla, hogy ott az álmomban létezem. Tudom irányítani is sokszor. De zavar? Tessék? Zavar? Ez a tegnapi miért zavarnám már? Nem, csak nem tudom. Tengerpart meg az a sok csaj. Nem tudom, csak nem tudom. Miért zavar? Megverény Miki. Nem tudom megmagyarázni. Miki jön a koktélokkal. Igen, egy fűszoknyában. Nyilván. Soha nem emlékszel semmire. Semmire, képzeld el. Semmire, semmire. Egyszerűen törli az agyam. Szerintem annyira beteg, hogy... Hát vagy az is lehet egyébként, hogy elásod a tudatod legmélyére ezeket a brutális álmokat. De miért nem akarom kiszabadítani az álmaimat? Miért nem jó? Vesz túl veszélyes lennék önmagamra is, rátok is? Hát én egyébként állítólag egy álom egyébként, hogy 6-7 másodpercig tart. Ez a sztori, amit elmesélt. Hát az agyad sokkal lassabban pörög, igen, és hogy nagyon gyorsan telnek közben a másodpercek, csak te lassúnak éled meg, de hogy egy álom az nem több, mint 8-10 másodperc. Ezt álomkutatók mondják. Hogy az egész színpadot te feldíszítve láttad, igen. Emlékszel a csávóra az elfésünk nem több a 100 emberrel, igen. És megnézted a könyvet, ez 7 igen. Másodperc. Tehát az agyműködésed lelassul, olyan hullámokat bocsát ki, de önmagában az a rendes időben, tehát ami megnézed, az most elkezd számodni, és pár másodperc vannak vége. Mert Janinak tehát, a ilyen... az oroszlánnal, azt megértem, hát abból elég 6 másodperc. Érted, most az igazából, amiről én rendszeresen szoktam álmodni, az ébren sem tart sokkal hosszabb ideig. Ugye? 6-7 másodperc, érted? De az olyan. De, igen. Na, viszont az oroszlán beszélni tudnám. Igyak meg egy pohár vörösbort. Most segít? És most akkor, de nem, az a baj, hogy akkor dülöngélve fogsz fölmenni a színpadra. Az a baj, akkor igen, az a baj, hogy akkor... Igen. Ugye tényleg, és részegen. Részegen mennél fel a színpadra. Mm. Mi lenne, hogyha például ugyanezt az álmot álmodnád újra és újra? De mindig. De minden mindig, este. Minden este. Minden este ezt támadom, hogy fölmegyek a színpadra, és Berényi Miki néz velem szemben. Azzal a különbséggel, hogy minden egyes alkalommal, amikor felkonferálnak téged, akkor azt mondanák, hogy és a javított kiadást bemutatja maga a szerző, Sebestyén Balázs! Fölmész, és a javított kiadás mindig kivétel nélkül. És a végén már iszonyatosan ideges lenne, már szakadna rólad a víz, már nem mernél ránézni a címlapra, és mindig csak így megfordítod, kicsit elnéznél jobbra, és balra felmutatnád a könyvet a nézőknek, és a nézők még mindig így, igen. De hát ez ugyanaz. Még mindig a feka Berényi van rajta. Ez még mindig teljesen ugyanaz. Én olvastam egyszer egy könyvet, az a cím, hogy Tudatos Álmodás. Olyan jó dolgokat tanultam meg benne, be tudtam programozni saját magam, még lefekvés előtt, hogy miről akarok álmodni, és az is tudott működni. Lehet, hogy kiintottam valami olyan szelencét ebben az álom agyrészben, amit nem szabadott volna, és az agyad egyik titkos kis ládácskáját kintottad, és kiszabadultak az álmok, és nem tudom visszazárni. Te vágysz a feka Berényi Miki. Így van. Te valójában túlzás, hogy vágyom rá, nem vágyom rá. Dehogy nem. Egyszerűen szeretném megérteni az álmaim eredetét. Ez mitől van? Olyat eszem, olyat iszom, vitaminhiányom van? Nem, túl sokat nem eszem, mert 6 után én már nem nagyon kajálok, azért nem vagyok dagi, meg nem csinálok. Szerintem... nagy esti hűtő elé betérdelések egyáltalán nincsenek. Banánt ettél este? Banánt ettem. Na! Aha.
finom rasszista poén banánt tették. Aha, ne, ezt nem értem. Nem ezt akarom nem érteni. Értem. Ha nekem banánt dobnak, meghámozom, megeszem. Aha, igen. Hmm. Nem mondtam, hogy dobsz. Hiszen a feketék majmok és banánt. Nem, abban, nem. Na most, ez, te vagy a rasszista. Te vagy ilyen, nem. Vagy nincs ezzel baj. Vállalj föl. Végre fölvállalj, mindig csak itt két megszólás között szoktál egyébként. Csak itt fröccsögni. Komolyan bántod itt a fekákat hírek alatt, hogy megint egy fekó. Ennyire szemetek majd. Végre felvállalt a adásba, hogy... Nem bírod a fekákat és banán dobnál nekik. Hát nincs ezzel baj. Jó van. Nem, banán, de banánt egyébként ettem, ha már kérdezed. Banánt az, mert az a déli növény, mondd, akkor folytatom. Igen. Nem majmok, érted? Csak igen. Hogy az Afrika délen van, meleg van, sok a színes bőr. Emlékszel, amikor az Ölni kell című film, és a Kevin Spacey-nek drukkol, hogy el tudják ítélni azt a csáv. Ne, figyelj, én szerintem itt arról lehet szó alapvetően, hogy neked vannak vágyálmaid, amiket nem mersz így ébren megélni. Nézzük azokat a pontokat, amik szimpatikusak lehetnek számodra, vagy irigylésre méltók egy fekete bőrű Berényi Miklós életében. Mert hogy az de a könyv mi? Arról szólna, ha. Hogy tessék, ez így is az lehet. Igazi Sebestyén Balázs. Igen, ilyen lenni. Szeretnék lenni, aha. Ezért ő van a címlapon. Mi benne a szimpatikus? A fekete Berényi Miklós. Hát így van. A rövid őszes, ilyen kis fehér behavazott hajacskájával? Őszintén szóval én még nem láttalak, és nehezen tudnálak elképzelni, hogy egy ilyen bőszáró, vagy egy ilyen hatalmas, nagy, hátrafelé fordított farmer nadrágban a nyakadban, egy Volkswagen emblémával, egy irgalmatlan kétkazett hallgatok, és ugrálok. És vagy amikor, hogy hívják, tudom én, zsákolsz, vagy ilyesmi, vagy játszol itt a Utah Jazzben, vagy ilyesmi, erőcsatárposzton. Hogy mi az, mert tehát, hogy nem tudlak elképzelni a feketét. Egyébként ezt meg lehetne csinálni, mert egy Photoshop-ol összepattintatunk nagyon gyorsan egy ilyen képet. De vajon Berényi Miklósban mi a szimpatikus nem tudom, számodra? Nem tudom, nincsen semmi szimpatikus. A könyörtelen vállalkozó? De ez az, hogy nincs benne semmi szimpatikus. Olyat is meg tudtam régen csinálni egyébként, amikor a tudatos álmodást gyakoroltam. Hogy lementél hídba. És ugyanott. Álmodom, most csinálok egy hidat. Hogy elhatároztad lefekvés előtt, igen. Hogy kivel akarsz álmodni. Kivel? Bárki, élő, halott, külföldi, magyar. Nekrofilia, mondjuk én ezen gondolkodom. Nem. Megtanítja neked a könyv. Elkezdesz álmodni, és én ezeket gyakoroltam. Elkezdesz álmodni, és egyszer csak eszedbe jut az álmodban, hogy te mit tanultál a könyvből. Uh-huh. És összekapcsolod a jelent az álmoddal. És rájössz, hogy te tanultad ezt, és az álmodba jut eszedbe, hogy mit tanultál a könyvből, és le van írva, hogy hogy kell az álmodban felhívni saját magadra a figyelmet, hogy te gyere rá arra, hogy mit tanultál a könyvből. És oda tudod vizionálni azt az embert, akivel te meg tudod jeleníteni az álmodban. Ez nagyon durva. És működik. És olyankor tehát te lefekszel, csinálsz bizonyos gyakorlatokat, lefekszel, elkezdesz, és azt mondod, hogy te akkor szeretnél egy leguánnal álmodni, vagy nem, egy tarajos gőtével, vagy lovagolni egy csikóhalon. Lovagolni egy csikóhalon. Vagy szeretnél valakit megjeleníteni álmodban, tehát neked nagy vágyálmod, hogy találkozzál Stevie Wonderrel. És együtt énekeljetek. És együtt zongoráz ének. Csinálsz bizonyos gyakorlatokat elalvás előtt, elkezdesz álmodni, eszedbe jut, hogy mit tanultál, eszedbe jut, hogy te most az álmodban vagy, aha. És megjelent ez Stevie Wonder, és működik. Csak az a lényeg, hogy működik. Egy végtelenített, meg tudod csinálni. Végtelenített CD-n tedd be az I just want to say I love you. Nem értitek ennek a mély, hogy milyen univerzum az álmodás. Nem olyan nincs volt. Ez meg nektek, hogy egy ilyen gondtalan időszak 8 óra alvás, hogy milyen mélységek vannak, gondold, hogy tudod irányítani az álmodat. Lehet, hogy én itt rontottam, mert valamit rosszul irányítok. Olyan volt, hogy mondjuk felkészültél ugye a Tudatos Álmodás című könyvből, igen. Arra, hogy tudatosan fogsz álmodni. Tudatosan megálmodtál egy álmot, és abban az álmodban elfelejtettél valamit, amit elolvastál a Tudatosan Álmodni könyvből. Kerested a könyvet, de nem találtad, ezért oda mentél a Wikihez, aki viszont aludt, de nem tudtad felébreszteni, és ezért azt gondoltad, hogy majd az ő álmában összekapcsolódtok egymással, és megkérdezett tőle, hogy a Tudatos Álmodás című könyvet hova tettél, mert nem mindenre emlékszel abból. Ilyen is van. És amikor már olyan rétegek, olyan mélységekbe kerültél le, hogy jó. Az álmodban álmodva álmodtad azt, hogy az álmodásodat szeretnéd tudatossá tenni a Tudatosan Álmodni című könyvvel, amit valahova eltett az éppen álmodó Viki. Körülbelül fél évet szenteltem, amit te mondasz. Páros gyakorlatok is vannak benne. Én addig sétáltam a gyerekkel, biciklisztünk, fagyiztunk, hogy megnéztem egy csomó jó filmet. A páros gyakorlat a következőről szól. Érdekes. Uh-huh. Csináltok együtt gyakorlatokat elalvás előtt. Én szoktam ezt. Tessék? A közös gyakorlatoknál vannak. De most már más típusú. Más típusú. Vizualizáltok dolgokat, megbeszélitek, hogy miről akartok álmodni. Mind a ketten elalszotok, és kivitelezhető az, hogy tudtok találkozni,
és egy azon dolgot tudtok álmodni. És ennek ilyen mélységei is vannak a tudatos álmodásnak. Tehát meg tudjátok csinálni, hogy közösen vizualizáltok egy álmot, elképzelitek, megbeszélitek, kidolgozzátok a részleteket. Aha. Ezt csinálta egyébként, ugye a DiCaprio-nak van egy hasonló film. Az Eredet. Ja, az Eredet, hogy ott is az álmokról szól, és ott álomkutatókkal dolgoztak, és azért egy csomó tetet innen vettek, mert az álomkutatók elmondták, hogy van egy úgynevezett kollektív, közös álmodás is, amikor ketten megbeszélitek, hogy mit álmodtok. Tehát lehet ilyet is csinálni. Átjössz hozzám, lefekszel mellém, Feri. Nem akarok mellét feküdni. Csinálunk egy gyakorlatot, én tudom, mi a gyakorlat. Aha. Csinálunk egy gyakorlatot, és de megnézzük, hogy működik-e. És meg tudsz, mástól... gondold el, hogy ott lenni, és reggel főzni, te is ezt támogatod, és egyet álmodtok ketten. De ez működött? 20 tessék, soha, nem ez soha nem jött össze. Ez soha nem jött össze. Egymástól 20 kilométert muszáj ott feküdnöm melletted? Azért kell ott feküdni, mert amikor vizualizálsz, akkor neked beszélned kell. Neked hogy néz ki a pad? Nekem aha, piros. Mit látsz a padon? Látok egy fehér galambot. Mi legyen még az álmodban? Legyen mellettük egy pálmafa. Azt megbeszélitek elalvás előtt, majd elalszotok, és a cél az, hogy ketten eljussatok ugyanarra a padra, amin ül egy fehér galamb. Érted, mennyire durva? De nem jött össze. Soha. Tehát nem volt olyan, soha, mit tudom én, hogy éreztétek egy picit túlterheltek vagytok, és Vikivel megbeszéltetek, hogy elmentek álmotokban szabadságra. De nem találkoztatok, ha felébredtetek, azt mondtad, kérdeztetek, hogy Viki, hol voltál? Egerszalókon. Egerszalókon, Sárvárt beszéltünk meg. Ott álltam a hetesen az osztja penkórán. A rohadt bőröngyeit. Három órát vártanak az osztja penkórán, te pedig Sárváron héderedtél a termálvízbe. Tehát érdemes ezzel foglalkozni. Ez jó. És ezeket tanulmányozni. De mondjuk egy ilyen közös álmodás, ezt elmondom, ez kb. 8 hónap. Oh. Tehát ez nem úgy van, hogy megfogjuk egymás kezét, egy kitelepüléssel lefekszünk, elalszunk egy, ja, kis, hogy ilyen sok. egy kis matracon. Tehát, hogy az, de hogy ezeket el tudod kezdeni gyakorolni. Mondom, én nagyon egészen sokáig jutottam. Amíg ott lakom nálatok ezzel 8 hónap alatt, addig főzzek. De tényleg egyébként. Nem? Hát a 8 hónap. Igen. A Vikinek volt olyan, hogy álmodta valakivel ugyanazt, elmondatta a részleteket, és ugyanazt mondta el, mint amit a Viki álmodott. De ők nem beszéltek össze. Nem beszéltek meg, tehát vannak közös álmok. Honnan tudod, hogy most egy ausztrál rádióműsorban nem beszél erről egy ausztrál, hogy a Fekete Berényi Miklóssal álmodott? Vagy elkapott egy elefántot? Vagy mit kaptál el? Oroszlán. Te tudjuk azt, hogy egyébként ez csak te álmodod? Vagy egyébként még valahol Franciaországban most 42-en ugyanezt álmodták? Hívd fel a franciákat, ja. Aha, hogy lehet. De lehet, hogy ők nem egy oroszáról beszélnek, hanem mondjuk egy kacsacsőrű emberről, nem? Vévi Veronikáról például. Na, mindegy. Jó, azért jöttek SMS-ek tényleg. Aki beteg aha, dolgokat álmodik, írja meg, hogy mi volt a legdurvább. Ti is jó? Kezeltessétek magatok. Ez egy mélységes emberi univerzum, amit ti nem értetek, mert lefeküztök, és átadjátok a testeteket 8 óra ilyen... Jó, jó, akkor 6 óra... lustálkodásnak. Holott az egy Mariannárok. Aha. Mi, akik pihenten ébredünk reggel. Ugye? Ez igaz, hogy én viszont én ülök az ágyszínén, nem megint mi volt ez? De most akkor Sevestyén Berényi, az Igazság című könyv, az álom, igen, és a társzerződ. Az álom és a mi odát van. A sajtótájékoztató műsorvezetője Berényi Miklós. És Szőke vagy Berényi? Csak a kép volt rajta, nem volt aláírás. Tehát nem megismertem a Szőkét, de na, tudtam, hogy a Berényi. Tehát nem volt, nem. Tehát én a Berényiként azonosítottam. Na mindegy. Nagy dimenzió ez, csak az a baj, hogy sekélyesek vagytok ez. Aha. Hát, ne haragudj, tényleg. Tehát az a baj, hogy veletek ilyen mélységekről beszélgetni egyszerűen lehetetlen. Nézzük meg hallgatóink közül, kik azok, akik hasonszőrűek. Így van. Aha. Akik nem csak lustálkodásként tekintenek az alvásra, hanem jól használják ki az időt, és beteg dolgokat álmodnak. Ki az, aki például álmodott egy olyan sajtótájékoztatón, amin az ő könyvét mutatták be, amelyek az elején a kínai tihanyító Csaba volt. Vagy ki volt ott ezen a sajtótájékoztatón? Tényleg. Mi van, ha egy hallgató ott állt az első sorban, és azt mondja, hogy Balázs, én azt álmodtam, hogy ott állok, és te fölmutattad a könyvet, és Berényi volt az elején. Ne, ezt már megírta volna reggel. Érted? Tudjuk, hogy most nincs egy olyan Juventus hallgató, aki nem minket hallgat, de minket hallgatna, már írná SMS-t, hogy ott álltam az első sorban, és ez volt az álmom, hogy följöttél a színpadra, és kimutattál egy Berényi könyvet? Nem tudjuk. Ezt nem tudjuk, azt tudjuk, hogy beteg vagy. Mi van akkor, ha mindenki minden álom szereplője? Tehát én azt álmodom, hogy ott voltam egy fura sajtótájékoztatón, de egy másik országban álmodom, és nem tudom, hogy ki volt az a csávó, aki följött a színpadra, és az egész világ álmodik, és mindenki szerepel, mindenki álmodik. Érted ezt, amit mondom? Igen. Azt mondja, az egész érted világot ezt? Nem lehet csekkolni, de szerintem megkérdezhetjük azt a 200 Juventus hallgatót. Mondok valamit. Te ott voltál az oroszlánnal, és elkaptad a farkát. Igen. Mi van, ha valaki valahol Tahitin azt álmodta, hogy
egy állatkertben járt, és látott egy kicsi manószerű embert, igen, kopaszon beszökni. Iszonyatos a szuszogva. Törölgetve, tolta hátulról Leót. Ott ül. És közben egy másik csávó pedig egy könyvvel a kezében állt. És ő neki csak egy állatkerti sétájött, és ő reggel valahol Tahitin egy bungalóban, és miért álmodtam ilyen beteget, hogy egy vadidegen Pali egy oroszlánnal volt együtt. Figyelj. És ő a te álmod szereplője volt. Érted ezt? Én csak abban bízom, hogy túl hosszú volt az a farok ahhoz, hogy ne érjen át a másik oldalra egyetlen kis gyors, erős kis magom se. Mert félek, hogy abból lett valami nagyon torzés, nagyon furcsa. Na mindegy. Jól van. Írjatok, drága hallgatók, jó? Kinek mi volt a legbetegebb? Amire emlékszik, tényleg, ha kacsacsőrű emlőssel hált, miközben az anyósa egy griffmadáron repült be az ablakon, hogy vigasztaláljak ebben, jó? Hogy nem hogy csak egyedül vagyok. Hogy tobzoska térdelt előtte és kényeztette szája, azt is igen, és ha van bármi más az univerzumotokban, ami a szexen kívül van, igen. Azt is írjátok akkor meg. Lepjetek meg. Akkor lepjetek meg, Janit, hogy van más is ezen kívül. Amikor leszoktam a cigiről, a dohányzásról, akkor kezdtem el rémeket álmodni, írja egy hallgatónk Zsé. Volt sokszor már, hogy előre féltem elaludni, hiába gondoltam pálmafára, napfényre, a rémálmaim jöttek éjjel elő. A legviccesebb az volt, amikor egy 2 méter magas eper üldözött, és meg akart ölni. Ne aggódjatok, vannak másoknak is beteg álmai. Havasi Balázs koncert közben egy hatalmas rózsaszín gumikacsa szívta el az emberek gonoszságát. De ez most az álom, vagy ez megtörtént a koncerten? Szerintem ez megtörtént. Ez valószínűleg álom? Mert ha viszont ez igazi, az nagyon jó. Én óriási pókokkal álmodtam, amik vízből jöttek ki, és gépfegyverrel kellett őket szétlőnöm. Amúgy szinte minden álmomra emlékszem. Írja nekünk Meli. Holnap is várlak, Jani. Puszi, Leo. Megyek kincsem, megyek. Általános iskolás voltam, amikor elhasaltam matekból, írja Rita. Tanultam sokat, és már álmomban is matekoztam. Azt álmodtam, hogy a számok másznak a hátamon. És anyámék az ablakból szedtek le, mert majdnem kiugrottam rajta félelmemben, írja Rita. De jó, megnyugszom egy kicsit. Mi? A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Sorsolunk egy meet and greet-et. Jelentsen ez bármit is. De jó. Meet? Greet? Meet and greet-et. Greet? Egy meet and greet lehetőség, gyerekek, vagyis találkozhatsz, üdvözölheted, megölelheted. Robbie Williams-et! Ne hülyén! Mondjad már! De nem, kamuzsor. Nem. De. Igen, akkor igen. Meet and greet lehetőség Robbie Williams-et. Az nem az gyenge. A legnagyobb dolog, ne hülyeskedj. Mi van akkor, ha mondjuk rockstar lennék? Igen. És én is csinálnám ezt a színpadon csókolózást. Fölhívnék egy nőt. És rájössz, hogy valami olyan brutális, nyitott gyomorszájjal hívtál. Megöleled. Megöleled? De hát ott már tudod, hogy erről szól az a pillanat, hogy ott Robi csókolózik. Tehát minden koncerten csókolózik. És ott áll melletted a lány, és rájössz, hogy egy élő dökkút van a szájában. Egy működő dökkút. Én azt csinálnám, hogy... És ott állsz, és vár ott téged 40 ezer ember, hogy most jön a csók. És rájössz, hogy nem bírod. Figyelj, én... Mindig jó csajokat hív föl, de hát azért egy jó csajnak is lehet gondja a pH-val, nem? Lehet. És rád nézze azt, hogy hello, Robi, és abban például lesz, ilyen denevér rajok repülnek ki a szájából. Hogy akkor mi van? Hát, akkor gondoljuk tovább a dolgot, akkor te rockstar lennél, akkor gyakorlatilag olyan emberek vennének körül a zenekarban, akik most is kb. Akkor én indenék hátra a dobosnak Garani Gáborra. Gyere, Gabikát, gyere előre, ki a főnök én, ugye? Kácsi, tudod? Lesz, ha előre jössz. Hát, amikor itt volt a Robi, legutóbb, akkor a gitáros, volt egy ilyen őszhajú gitárosa. Masszívan csajoztak, és úgy lehetett Robihoz eljutni, hogy a gitáros megmondta a szálloda aulájában. Ismertem néhány magyar kislányt, akik mindent megtettek azért, hogy eljussanak Robihoz, de elakadtak az őszajú gitárosnál. Nagyon jó, gyere összehozlak Robiba, semmi baj. Fölviszlek. Először egy picit velem, és ha velem, akkor főnök. Bent vagy a Robinál. A kislány elment, hogy kicsit vele. És soha többet nem és a büdös Robin. Életbe. És a büdös életbe nem. És a büdös életbe nem megy oda Robihoz. Ez konkrétan megtörtént. Hát a stábunkban dolgozott az a lány, aki csókolozott a Robival. A magyarországi koncerten az a mi stábunkban dolgozott. Hajni volt. Ugye? Hajni csókolozott a Robbie Williams-el. Most nem Hajniról beszéltem, hogy egy működő dökút. Csak hogy mi van ilyenkor? Miért már bezárt? Most Hajni. Nem a Hajniról beszélek. Csak mi történik nekünk ilyenkor? Nekünk eszünkbe sütött, de most, hogy így... nem róla beszélek. Csak ott állsz, kinézel, mindig jó csajokat hív föl. Tehát, hogy azért ő arra nagyon figyel, hogy legalább csókolozni jó csaj jön föl.
kinézel egy bomba szőke bögyöset az első sorból, fölhívod, és vége van. Szerintem a menedzsmentből választja ki valaki. Nem, aztán nem. Biztos, hogy már megy a oda koncert. Odaállítanak 30 statisztát. Megy a koncert, és már szerintem már stírolik a tömeget, hogy a főnökek valami, igen, mert tudják, hogy az állásukat, persze, állásukkal játszanak. A lakmuszpapírra a pH értéket mérnek a szájban, nem, hogy kinek milyen a pH értéke. Szia, mondd egy szóval, hogy hahota. Hahota. Na, hitessék. Tudod, hogy könyvbe lábad a szemed. Aszparomat téled. Úristen. Mondd egy szóval, honolul. És bevilágítasz az ábra, és fejjel lefelé ott lógnak a denevérek. Igen, és egy csontvász fekszik a sarokba. Egy kicsis láda mellett, és kampó keze van. De én sok ilyen Robi koncert DVD-t nézek, pont arról a turnéról, amikor ugye ez volt, hogy Robi csokkolózik. És valahogy mindig eszembe jutott. Te választanál. Te biztos, hogy ebből négyed olyat választanál. Nem, az vagy, valakire rámutatnék, és biztos, hogy a mögötte lenne. Én megyek. Jövök. És ott már ciked, nem? Igen. Kérefelé se recsegne a lépcső. Igen. Három menne, mellel lenne, kopasz lenne. Igen. Na jó van. Szóval van egy magyar vonatkozása ennek a Robbie Williams hírnek, mi szerint, ugye, magyar gyerekek énekelnek majd egy dalban mögötte, ha jól mondom, ugye? Van egy alsóosztályos énekzene tagozat, és állítólag ők énekelnek majd a holnapi koncerten Robi mögött. Igen, egy dalt, nyilván egy nem végig, tehát nem marulom, hogy egy dalt megtanultak a gyerekek, és egy magyar gyerekekből álló kórus énekel. Ez egy tök jó promóciós dolog egyébként, nagyon ügyesen csinálja a menedzsment, hogy minden országból ugye megversenyezteted az iskolákat, és akkor... és akkor valaki, igen, valamelyik iskola bejut. És akkor az van tanárnéni, na gyerekek, megadom a hangot. Kerekes kút van az udva. Valami gyorsan ez van egy triangulumon. Tibi, gyere majd ide, Tibi, gyere majd ide. Mi van ilyenkor? Ott áll majd 20 megszeppen gyerek, és gondolj, és ott állsz egy aréna előtt, és énekelsz mondjuk 10 000 ember előtt. Hát azért az nagy dolog egy gyereknek. Nem? Hát mondjuk egy angol dalt fognak énekelni. Lehet, hogy az lenne szerintem hát a szuperek, hogy a Robi tanulna meg minden egyes magyart alkalommal. Igen. Hát Freddy is elnyomtatta, igen, azt is, hogy a vizet áraszt, milyen jó volt. Úristen, megint hova megyünk? Tájföld, utána Finnország, utána a Jézusom, Peru. Figyelj, Robi jó arc mindenhol megtanul, legalább azt, hogy Hello Budapest. Mondjuk az, azt szoktam. Igen, hát az nagyjából ugyanúgy szól angolul is, mint magyarul. Tehát azon nincs minden tanulni. Néha mondjuk a Ferit, hogy lesporol, és hello. Ki volt az, aki kijött és azt mondta, hogy Hello Bukarest, az Eros Ramazotti, vagy ki volt? Azonnal, az első mondat. Hello Bukarest, így. És így áll 10 000 ember. Emlékeztek? Most volt egy éve, vagy két éve. Talán Eros Ramazotti. Kijött, csajok, sikit, mindenki. Hello, jó estét Bukarest. Az nem szimpatikus, nem? Meghallgatott, szereted, éppen 20 rongyot adták ki, hogy meghallgass, de azért nem esik jól. Ott egy párra biztos összekaparták az idegen nyelv tudásukat. Igen. Igen. Na, itt van velünk az énektanára, annak az alsó tagozatos kis csoportnak, akik énekelnek Robi mögött. Hello Ági, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit én is. Hello Ági, tudom, hogy... Megadom a hangot. Igen, tegeződni szoktunk, tudom, hogy pasiként nem illendő ezt felajánlani, de mindenkivel tegeződünk. Elfogadom, tudom. De drága vagy. Ági, te tanítod a kis gyerekeket az alsó tagozatban, akik énekelnek holnap Robi mögött? Igen, igen, ez egy énekzene tagozatos iskola, és itt minden évfolyamon van egy zenei osztály, és őket én tanítom énekre. Hányan? Ebben az osztályban 27-en vannak, de a Robi Williams koncerten 20 gyerek fog énekelni. De jó, ti már csak így, hogy Vili. Aha, Vili. Hát, bocsánat, nem már rövidíteni kell. Bírom, jó, Vili. Mit akartál kérdezni? Leszidoloztad már az ünnepi triangulumot? Mint, megkaptátok a dalt, és azt mondták, hogy ezt kell megtanulni, vagy választottatok? Nyilván ennek kevesebb az esélye, gondolom ezért szervezettebben ment, nem? Így van, felkérés történt, miután Robi Williams úgy koncertezik, és ennek Budapest az első állomása, tudomásom szerint, igen, hogy a műsorában van egy 3,5 perces dalocska, ami gyerekekkel énekel, és ezért őkért 28 és 10 éves korosztályú gyermeket ahhoz, hogy együtt énekelhessen velük. De... ez egy helyzet volt, mert hogy ide jár egy ikerpár, akinek az édesapja annak a koncert irodának a vezetője, aki meg volt bízva ennek a koncertnek a vezetésével, és miután ez egy énekes iskola, gondolta, nem keres tovább, felajánlja. Micsoda véletlen, papa azt mondta, hopp, már meg is van az az iskola. Hát, így van. Nagyon szép, de és ez tetszik, hogy ez ennyire vállalod. Mi az én gyerekem járna énektagozatba, és hozzám jutna be, mint promóter a felkérés, hogy Robi keres egy osztályt, nem mennek tovább. Legyünk őszintén, nem? Papa gyorsan castingolt egyet, rájött, hogy azért van némi érdekeltség. De a gyerekei nem ebbe az osztályba járnak, azt hozzá kell tennem, az ő
gyerekei nem ebbe az osztályba járnak. Na, ő egy másik osztályba, de az iskolának szólt a kérés. Na, igen, a Gregor József általános iskola, jól mondom, ugye erről van szó? Igen, igen, aha, igen. És akkor a gyerekek énekelnek, a mama megcsókolózik Robival, vagy mi a... Hát mi azt nem tudom, a mamák többsége sajnos otthon marad, itt mindössze pár mama fog ott lenni, és hallgatja a gyermekét. Ők az arénában szó szerint egyedül lesznek Robival. Robival, miközben ezt a dalt éneklik. Sági, te is mész? Neked kell vezényelni a 20 gyereket? Nem vezényelek, én csak valahonnan oldalról nézem őket. Ők a Robival együtt fognak énekelni, vezénylés nélkül, gondolom majd Robi integet a fejével, vagy a mikrofonjával. De helyes, ez helyes. Tudja Robi, hogy mi, hogy kutya van ott, gyerek van ott, már mindenki zabálja, nem? Tehát ez igen, jó, igen. Igen, most ott van az osztály egyébként? Igen, itt vagyok az osztályban, óra van, énekóra pontosan. Figyelj, hát 15-20 teljesen csöndes gyerekül. Hát nekünk a tanár egy pillanatra elfordult, és már fejen állva dobáltuk, és nem tudom mit, ott ül 20 gyerek néma csöndben. Hát ez nagyon jó kis suli ez. Ez nagyon jó kis suli, és nagyon jó kis osztály, és itt fegyelem van. Énekeljenek már egy részletet a dalból. Mindenképpen, persze. Igen, meghallgatjuk. Csak van ott egy gyerek, aki beszél? Igen, itt van a közelemben Alexa. Na. Ő neki odaadom akkor most a telefonnak. Na, add egy kicsit Alexát, és utána meghallgatjuk. Amit megbeszéltünk, Alexa. Különben nem is sehol volna. Hello, Alexa. Szia. Hello. Alexa, mit csinálnak a többiek most, hogy ilyen csöndben vannak? Az osztályba ülnek, mert Adi néni kérte, hogy maradjanak csöndben. És hogy kérte? Szigorú, Adi néni? Szigorú? Adi néni szigorú, vagy olyan kis kedves? Kedves szokott lenni. Mit mondaná? Ritkán csap az asztalra a lovagló ostorába. Igen. De akkor nagyot. Figyelj, Alexa, hány évesek vagytok? Mekkora alsó tagozat, azt tudom, de hogy azon belül? Én 10 vagyok, általában a többiek is 10 évesek, de van már 11 éves. Na és milyen lesz a holnap? Hogy képzelted? Én nagyon izgulok, de szerintem az nagyon jó, hogy felléphetünk Robbie Williams-szel. Uh-huh. Ő szereted egyébként Robbie Williams bácsi zenéjét? Robbie Williams bácsi? Robbie Williams bácsi zenéjét? 10 éves, de vele normális. De Robbie Williams bácsi egy kicsit idősebb. Szereted Robbie Williams bácsi zenéjét? Bírod a srácot? Én szeretem, de a szüleim jobban ismerik őt. De anyám full szerelmes. De én inkább szepultúrás vagyok. És imádom a goat metalt. Figyelj, te is benne vagy a csapatban, aki énekel? Tehát az egész osztály? Vagy vannak, akik énekelnek, és vannak, akik csak mennek, és nézik az osztály maradék részét, aki énekel? Én is benne vagyunk, 25-en vagyunk, de csak 20 gyerek énekelhet. A maradékot az kevésbé van megállt a zenei vénával, vagy ennyit kértek? Ennyit kértek. Aha. Mm-hmm. Na jó, van, meghallgatjuk ezt, jó? Alexa, angolul énekelte, gondolom, egy angol dalt kellett megtanulni, ugye? Igen, angolul kellett megtanulni. Mm-hmm. Hát akkor az lesz, amit mondtál, hogy nem a Robi tanul meg minden országban egy dalt, igen, magyarul, hanem a lustább verzió, a gyerekek tanuljanak meg angolul egy dalt. Nagy játékos ez a Robi. Jó, bele tudunk ebbe hallgatni? El tudjátok énekelni? Szerintem igen. Jó, akkor ad vissza nekünk egy kicsit az Ági nénit, jó? Okay. Ügyes legyél holnap, drukkolunk. Köszönöm. Szia. Csapja fenekére. Igen, itt vagyok. Hello, Ági. Bele tudunk egy kicsit hallgatni, csak hogy szól? Nyilván igen. Elég, hogy... Adon. Itt vagyok. Nagyon szép. Cuki. Imádom, nagyon jó. Szólózik Robi. Gyere. Nagyon jó. Imádom. Még? Ó, nagyon jó. Na, még egy utolsót. Nagyon jó. Hogy vagyok. De jó. Hát, te jó volt. Ági, nagyon ügyik vagytok. Tök jó. Tényleg.
Mint egy ilyen indulódal, kicsit úgy szólt. Igen, picit azt láttam. Igen. Hát, én szinges, igen, egy kicsit olyan szinges. Nagyon cukik vagytok, kicsit Robi énekel, kicsit majd a gyerekek énekelnek. Igen, ezt felváltalak. Jól van, na ügyesek legyetek holnap akkor, jó? Drukkolunk. Jó. Megyünk mi is. Megyünk? Megyünk. Köszönjük. Ott, hogy megnézzük, megnézzük őket. Köszi Ági, ügyesek legyetek, ciao. Mi is köszönjük, mi hallottam. Hello. De helyesek, nem? Aranyosok voltak. Meg életük legnagyobb élménye lesz, az biztos. Mondod, hogy 10 000 ember elég kimenni énekelni, nem? Még ha csapatban vannak, akkor nem mizgulsz annyira. Ha egyedül. Igen, csak mindenki arra számít, ha én elrontom, akkor nincs nagy gond, mert a többiek még biztos hozzák, és mindenki elront. De hogy is nem, nagyon ügyesek lesznek. Helyesek. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely...